Metagame, kártya és társasjátékbolt, társasjátékban. Ugyanúgy megtalálod a népszerű címeket, mint a különlegességeket, ritkaságokat, legyen az gyűjtögetős kártyajáték, társasjáték, szerepjáték, wargame vagy ehhez kapcsolódó kiegészítő. Válogass kedvedre Kádár utcai boltunkban vagy webshopunkban. Ha szeretnéd kipróbálni a játékokat, vagy megmérettetnéd magad versenykörnyezetben, szeretettel várunk az ország egyik legnagyobb klubjában, a Nyugati mellett. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Navarik, Vangrizar, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, köszönjük! Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük! Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Taverna Warhammer 40.000 Only War kampánya. Megyünk tovább ezzel a kampányal, miután a Pouncy Hunters végrehajtotta a feladatát, és lehantolta a Pouncy-t. Az a Lego volt, nem a Pouncy Hunters. Hát igen, mert ugye ezt lejátszottuk, ja, és igen, akkor ennek okán megyünk tovább a Warhammer-re. A Pouncy Destroyers. Igen, meghalt, de jobban lett. Anyway, ha már halálok, meg ilyenek. Ugye, amikor abba hagytuk, eléggé, hát nem is cliffhangeresnek lehetne ezt mondani, szerintem ilyen fejezetlezárósnak egy kicsit talán inkább az eseményeket, ugyanis a csapat az ugye megostromolta ezt a bázist, ezt az erődítményt, ahol Kasperig bevetették magukat, és azért ott volt mentális hadviselés is bőven, tehát sikerült ugye Kaspert igazából rávenni arra kizökkentő, hogy hibákat kövessen el, aztán az embereink azok be is szivárogtak, volt itt mindenféle ügyeskedés, aztán ugye all out ostrom támadás, rengeteg harc, rengeteg halálközeli élmény, ugye az őrmesterünk az elvesztette a bal karját többek között, de azt hiszem Maria is mínusz valamibe esett. Majdnem mindenki down all. Igen. Igen, tehát azért sok minden történt, és a végén, ami igazából lényeges, hogy hát Kasper addig birizgálta ezt a zöld tojást, vagy mogyorót, vagy akármit, hogy ez valamit csinált vele, valahogyan megváltoztatta őt, és úgy nézett ki, hogy meg se lehet állítani ebben az új állapotában. Aztán mégis Kenji volt az, aki berohant, és megfogta a Kaspert, és vele együtt leugrott gyakorlatilag a torony tetejéből, ezzel mentette meg a csapatát, és leginkább az őrmester urat egyébként. Lezuhantak, volt egy hatalmas zöld villanás, és nem mozdultak többet, gyakorlatilag ezzel ért véget Kenji önfeláldozásával az előző játékunk, és gyakorlatilag egy ilyen első fejezet lezárás is, hogyha úgy tetszik. Innen folytatjuk a játékot. Sziasztok! Hello, hello! Csomidári, haj! Azok, akik folytatni fogják a játékot. Így van. Jöttem. Hát szerintem én alapvetően így is el fogok ájulni a végeztével. Ez egészen biztos. Hát igen, sőt. Igen. Tehát nem volt semmi ez a befejezés. Most, ahogyan ugye van a helyzet, rikepeljünk egy kicsit. A sniperünk az még az épületnek a tetején volt, ha jól emlékszem. Mindenki más a toronynak a tetején volt, ugye? Ott voltál te is, Doki. Te nem, is, Maria. Hét fundon vagyok. Te vagy a legjobb állapotban, igen. Ha nem felejtettem el elhúzni, és nem ájultam el, mert valami ilyesmi is rémült. Nem, te pozitívba voltál erre. Te voltak szédüli, aki túlélte. Én azt hiszem, hogy meg akartam próbálni elkapni a emberünket. Megpróbáltad elkapni, nem jött össze a próba, te viszont mínuszban voltál. Mennyire vagy mínuszban? Valami 6 körül voltál, nem? 5, azt hiszem, és akkor rúloltad, hogy akkor 6 legyen a... 5-6. Szerintem 6 volt, és a 8-at rúloltad. Ja, 6-tól 8, igen. Igen, erre emlékszem, és a 8-at meg is tartjuk, mert azért én azt indokoltnak érzem, ha. Hogy majd az instant halálra legalábbis. Uh-huh. igen, 6-an vagy. Dobjál nekem egy toughness próbát, kérlek, mínusz 10-zel. Én, hogy talpon vagyok, nem tudom egyébként a downloadokat ellátni? Mert de, én de csak plusz 20-at adok a toughness-ig. De még arra dobni akarok, hogy ő egyáltalán magánál marad-e. Uh-huh. Vég. Nincs meg. Nincsen meg, hát akkor te összeesel, el fogsz ájulni.
Az őrmester úrnál meg erre nem fog dobatni viszont, mert ott kimennek a drogok, minden, tehát ott úgy, ahogy van, összezuhansz. És igazából, aki ilyen beszámítható állapotban van így a játékos PC-k közül, az ugye a Doki, te a sniper fészekben, és az NPC-k, akik nyilvánvalóan elkezdenek rohanni egyébként a segítségetekre, bár azért eltelik egy jó pár perc, megnézik lent, hogy mi van, lehet látni, hogy Randy és Dan is ott állnak egyébként, hát Kenji-nak az összetört testétől nem messze. Azt se tudom, hogy néz ki, csak kinyitottam, azt elrepült. Illetve nem sok mindent lehet látni belőle, de úgy néz ki, hogy sokkal durvábban összetört egyébként a Kaspernek a teste. Mindenki más, Randy és Dan ki viszont futnak fel, tehát így váltanak egy pár szót egymás között, a Vox-ba lehet is hallani, ha valaki hallgatja, hogy nagyon gyorsan megy az információ csere. Be is jelentkezik Angela egyébként hozzá, Doki. Igen, realizálódik közben, hogy rajtatok viszont már mindenkin végeztem el first aid-et, szóval majd nem is tudok first aid-elni. Valószínűleg nem. Igen. De annyi, hogy egyébként... nem? De Angela tud? Angela tud. Technikailag Angela tud. Ja, Angela egyébként, ugye recseg a Vox, jön is be a hívás, hogy mi a helyzet a toronyban, jelentkezzen valaki, jelentkezzen, az őrmester nem válaszol. Doktornő, lehet, hogy van egy kis problémánk, meg kire jönni, szükségünk van a szakértelmére, mert az az igazság, a nyúzom a vérbe, a belegbe egy leszakadt karban, minden csak egyszerűen, de csodálatos, de maga nagyon hiányzik innen. Segítene esetleg ellátni a sérülteinket? Győztünk ugyanitt egyébként. Megyek, azonnal megyek. Mert doktornő, tisztelte! Köszfin. Hát egy kicsit megzavarodik, de igazából csak egy-két másodpercre, amíg így, hát egyébként te látod, hogy miért, a zavarodás nem is az információ, hogy vér, meg beleg, meg mit tudom én, nézd, hogy mi van a földön. Mm. Tehát ugye Kenji meg, ami ugye Kasperből maradt, és ő is ledöbben egy pillanatra, de utána az információ arról, hogy neki most azonnal segítenie kell, és ki tudja, mi van, meg az őrmester nem elérhető, az elég. De egyébként azon kívül, hogy skillet csinál magával, a izével, a tasival, ami elméletek erre pluszta, csak a vérzés nem lehet elállítani? De azért, én azt gondolom, hogy azért ez egy dolog, stabilizálni hogy őket. Stabilizálni, ott van a izé, de amit most felvettél. Ami azt mondja, hogy a first aid-et védek, akkor ja, tudok. Ja. De szerintem a stabilizálás azért legalább szerintem addig, amíg megérkezik. Szerintem first aid-elni tudsz, csak nem adsz HP-t. Ja. Tehát, hogy first aid-elni bármennyit tudsz, csak nem kapunk. Igen, ezért gondolom, hogy azért az egy logikus dolog, hogy elláthass, tehát nehogy már ne. Azt nem tudsz rajta gyógyítani. Ma már kaptál, bocs. Azt, hogy nem tudsz rajta wundot gyógyítani, azt még úgy meg lehet logikusan magyarázni amúgy. Azt, hogy nem tudod bekötni, hogy ne legyen nagyobb baj, szerintem nem. Úgyhogy csináld meg, dobjunk mind a kettejükre jó külön-külön. A Mist szafatokban van, mert jól emlékszem, ő nem nagyon jó. Hát ilyen kicsit olvasom. A világ összes, 13-at dobtam. Nagyon jó, oké. És 90 felett van. Jó, ellátod. Nézzük ez a... pont elég lesz, amíg Angela ugye meg nem érkezik. Doktorra, a főnire. A főni az viszont 73, ezt most számolok egyet biztos, ami biztos, 40, 50, 60, 7, ja és plusz 60-at kap, 100 alá, akkor az... 4 sikerrel. Wow. Őt, hogy stabilizáljam. Kérdés, hogyha ő már úgyis elájult, át kéne szállítani majd, hogy meg tudjam műteni, mert az a kar az nincs rendben. Egyébként mit mindenki? Fater! Fiam! Geller! Megyek! Itt vagyok! Ez most azon a bázison van, ahol betörtünk, nem? A torony legtetején van, igen. Így van, és itt ha jól emlékszem, volt medikus szárny, hiszen ott kinyírtam embereket. A bázisnak egész pontosan a nyugati, mondom, a nyugati részén volt a medikus szárny. Tudunk fabrikálni olyan ilyen makeshift ágyakat, amiben a sérülteket el tudjuk vinni? Hát most az van, hogy futnak felfelé, azt mondja Alexei, Raul, Angela, Andy. Hát Alexei, a futás az erős, de... Jaj, te tényleg, de hallod, hogy kopog a lépcsőn, onnan tudod, hogy jön? Ő marad. Kis kalóz. Hát baj van a részek tengerésszel. Igyekeznek felfelé, tehát igazából azért ennyi ember le tudja vinni a sérülteket. Mert akkor ez meg meg amúgy is csiga lépcső, úgyhogy a hordány nem működne. Hát meg hogyha látom, hogy tényleg annyira rottyin van a keze, mint ahogy mondhatok, hát lehet, hogy azért megnézném ott a sérülteket, akiket egy lelőttünk, kettő van egy emberünk, akik van-e olyan kéz, ami egész használható, esetleg egy transplantációra. Jó, hát annyit végrehajtanak majd, hogy az
egyébként az Andy fel fogja váltani a Defcon, mert több értelme van, hogy a nagy darab állat megy fel segíteni, azért lehozni, úgyhogy egy kis infócsere után, meg egy kis voxolás után ez megtörténik. Hát figyú, ugyebár lent, ami a legjobban szóba jött, az lent ugye a földszinten, mikor harcoltatok, ugye még a lépcsőknél volt 2 sniper, mindegy, 2 hónapja játszottunk, azért kicsit így izé, de jönnek vissza az emlékek. Igen. Volt 2 sniper, meg ugye volt Zenit. Igen. Összesen megnézem, ahol épp a kéz vágok. Mind a háromnál az, ami azt illet. Mind a 3 kézt levágom, utána majd leviszem, vért veszek, megnézem, hogy egyezik a vérállományom. Bal kar kell neked, a Zenitnél az érintetlen volt, az biztos, tehát az egy opció. Jó, hát amelyiknél az, annál elvinném, megnézném, hogy egyezik a vérük. Hát azt majd meg fogjuk nézni. Igen, most csak nyiszi. Most csak jó. Arra dobjak? Mert az plusz 20-at. Figyelj, dobjál. Fú, azért. Így csak egy sikerrel van meg, de okay. Megvan. Leamputálod a kart, igen. Jó, és hányat dobjak? Hány használatok kar? Hát figyelj, én azt mondom, hogy... Még egy jobbot neki. Én azt mondom, hogy 2 sniper közül talán legalább egy lehet azért technikai, akinek jó, mondjuk működik, hogy nem a bal karját találtátok. Jó, az viszont 9 siker. Jó, hát az olyan szépen jön le, mint a Lego figurának. A külön az idegeket úgy sejtettem le, és kis masnit kötöttem el, könnyű legyen. Az lesz a szebb állapotban eltávolított, ami valószínűleg jobban felhasználható, aztán meg vércsoport, meg minden, igen, ezt meg fogjuk látni. Azért, mert tök jó, hogy elviszek egy kéz, de egyébként, hogyha nem jó a vércsoport, meg ennek is kilöki, akkor... Ja. Jó, egyelőre egyébként az van, hogy akkor jönnek le egyébként, hozzák le ugye a testeket. Joki! Hát ugye a társaitokat, tehát... Vétel! Tisztetem, de Tokajhez kérek egy embert! Oké. Geller! Igen. Geller! Megyek. Lássa el tokenéket, jó? Voxon keresztül kommunikálunk, hogyha valahol elakadnak, akkor segítek? Ez rajta keresztül. Igen, király. Fut az öreg. Veszem fel akkor a fegyvert, és akkor mászok le. És rajta még nem is híleltem szerintem ma. A tokenon. Szerintem nem, se. Nem, valóban nem. Valóban szóval... Tényleg Angelának dobok azért, mert közben fel fog érni. Dobjál te is nyugodtan. 0-9. Az... Az jó. Az úgy siker. Az úgy jó 10 lesz. 10 plusz... Ezt tokenre már? Aha. Hát ha még életben van. 10 plusz a szintem kétszerese, jól emlékszem? Nem szint. Akkor minek? Intelligenciámnak? Akkor 8, az 18 wound. Ha jól emlékszem. Jó, hát őt igazából ez ugye wundokat nem számolunk az NPC-knél, a komradeknél. Ennél nagyobbat nem tudtam. Viszont jól lesz, tehát hogy rendben lesz, és tud a saját lábán, hát elbicegve nyilván attól még pihenni, aludni, ezért kell majd neki is. De az jó, hogy ő el tud menni a saját lábán. És egyébként most az történik még, hogy hát a távolban látjátok, hogy maga a lovag, tehát Bellenosz az egyébként a vicckedvéért neki is a bal karja sérült a gépnek. Kérdés. Mellettem, mivel én vagyok a field doki, én tudom mindenkinek a csapatból a vér típusát? Én azt gondolom, ez indokolt, igen. Jó, a Kenji-nek mi volt? Egyezik a dokival egyébként? Hát, Kenji mindig olyan pozitív volt, úgyhogy be positive. Uh-huh. Hogy 50 felé 50 alá, vagy 20 alá 20 felé, hogyan állapítsuk meg, hogy megfelelően? Mi a vércsoportja a másik kettőnek? Hát, hogy egyezik-e nekik, aha. Aha. Figyelj, páros vagy párat? Páros! Páros? Dobunk Zenitnek, jó? Az páros. Jó, az a szarabb, amit leszettem. Igen. Nyugod másik. Snipert. Az is páros. Sőt, az mind a kettőre 4-et dobtam. Akkor nem is kell gondolkodni. Hát ez hallod, ezek annyira közel voltak el, még a vércsoportok is egyezik. Igen. Kár, hogy azon már vannak ilyen furcsa, ilyen tövisek kinövésben. Biztos csak a meg egy személy kinyílt. Ne, izé. Bolhás volt az ágy. Na, de tehát lehet látni, hogy Bellenosz megy körbe, és igazából egy ilyen check the perimeter feelingben nyomja. Azt még halljátok egyébként, hogy néha felugat egy-egy fegyver, ami egyébként vagy a menekülők után még lövöldöz, vagy még talán van olyan, aki még van annyira hülye, hogy megpróbál egy Armiger Knight-ot egy gépfegyverrel elintézni, hát ha meggyengült annyira, ebben nem vagytok biztosak, de valószínűleg Lond meg Bellenosz azok még takarítanak egy kicsit. Egyébként meg ugye a füst jön fel a távolból, ahogyan a másik csapatnak a tankját
Hát látjátok, hogy a tankot hol kapta el egyébként, a melta töltete a csávókámnak. Jó, egyébként meg Angela úgy, ahogy segített egyébként, nem dobtam valami jókat neki. Szuper. De úgy, ahogy segített rajtuk, hát olyan rosszat nem dobtam, hogy bajt csináljon, úgyhogy az már jó. És elkezdik levinni őket, ugye a Defconnak, meg mindenkinek ugye segítségével. Jó, akkor leveszük kicsire. Ugye most az a baj, hogy Kenji halott, az őrmester nem elérhető, úgyhogy nincsen chain of command per pill. Én sikítozok, hogy felezzék a izét az utunkat a Medicus szárnyig. Tip-tirip-tirip. Kis emberek a falakra. Raúl kérdezi meg, hogy az addig oké, doki, de kéne valakinek itt maradni a toronynál? Egyelőre nem, a főbb erőt szerintem hatástalanítottuk. Fókuszáljuk az emberünk megtartására. Így nézd rád. Azt a magyaró... Így nézd rád, és utána lefelé, ugye, ahol a Kenji-nek van a hullája, meg a maradványa Kaspernek, így lejöve már látjátok, hogy hát a Kenji is ugye eléggé kitekerten, ahogyan lezuhan nyilván, de a Kasper az egészen morbid, ugyanis olyan, mintha darabjaira esett volna. Tehát hogy tényleg olyan, mintha egy ilyen szobrot törtetek volna össze, és enyhén világít. Földet rám biztos sugárzik. Doki, én elvinném azért Kenji-nek a testét is innen. Nyugodtan, csak foglalkozunk az élőkkel is. Jó, akkor itt maradunk ketten, mondjuk mit tudom én, Alexe úgyse vagy gyors a lábadon. Már nem azért. Ja, csak kellenek, akik segítenek elvinni, mert... Hát mindenki már segít amúgy. Akkor jó, akkor ennyi. Ez működni fog, ugye ők megnézhetik, hogy mi a helyzet az izével, a magyaróval, hogyha igen, ne kézzel fogják meg, valahogy próbálják meg bezsákolni akár egy kabátba. További vizsgálatokra átvenném. Na, meglátjuk, mit tehetünk addig. Látod, hogy Raúl egyébként... Tehát látszik, hogy azért az események azért elég durván rajta hagyták a nyomukat. Ettől függetlenül Raúl összeszedettebb, mint valaha talán. Talán van a soknak egy olyan pontja, ahol egyszerűen így átmész ilyen gépi üzemmódba, és az van, hogy mit kéne csinálni. Ismeritek annyira, azt sejtitek egyébként, hogy este valószínűleg dühöngeni fog, meg le fogja inni magát, de most legalább fókuszál. Minden esetre ők ugye hátra maradnak ebbe segíteni, a csipet csapat keresztül a bázison. Na már most a bázisból, hát nem sok minden van mostanra a bázisból. Tehát azért mind a nyugati, mind a keleti fele az teljesen romokban van egy csomó épület, ugyebár a nyugati oldalon ugye a falnak van egy konkrét része, amit azt most már kétszer biztos áttörtetek, ugye, vagy áttörtek már, a keleti oldalon pedig hát ugye magát a kaput sikerült többszörösen is átzúzni, illetve hát ugye épületek vannak megsemmisülve, a nyugati oldalon konkrétan két nagy épület semmisült meg, az egyik ugye leégett, ez nektek köszönhető, és a darabjai közül jött ki ugye a tankot volt elrejtve a Vanquisher, most már az sincs meg. Ettől függetlenül haladtok nyugat felé, és el is értek ugye az első segély részhez. Hát ott be tudtok menni egyébként. És akkor nyilván gondolom, ha jól emlékszem, ott hátrahagytátok egyébként? Volt az ellenségnek? Volt, pár egyet-kettőt megöltünk, egyet-kettőt megkötöztünk. És úgy utána mentetek tovább, igen. Jó. Hát a hullák nincsenek ott egyébként. Élők vannak még? Hány embert kötöztetek meg? Volt egy fiatal srác. Volt egy fiatal, meg egy öreg. Az öreget ölted meg talán. Igen. De akkor nincs ott senki viszont. Ah, szuper. Akkor nem kell előnöm őket. Nem kell foglalkozzatok vele a jelek szerint. Hát elkezdtetek átkutatni a helyet, és hát annyira van fejlett ez a hely, hogy van egy ilyen mediké részlege, ami így, hát bementek, nyilván lóhalálában siettek, meg minden, de egy első ránézésre bemész, jobb, mint a semmi. Tehát van felszerelés, van gépezet, van némi mechanika, meg minden, úgyhogy nyilván átkezded átkutatni. Segítséget kérek majd Dr. Grinta, és akkor két orvos, hogy akkor próbáljunk meg egy kartransplantációt. Kapitán, hát azt már látod, hogy transplantációra ez viszont kevés lesz. Aha. Abban tudsz reménykedni, hogy magát a kart nem tudom esetleg a sérült karnak a részeit pótolni a kevésbé sérültel? Vagy esetleg a elszakadt idegeket kiműteni, átműteni oda a működőken? Most úgy látod, hogy az lenne talán a legjobb megoldás, hogyha neki ugye ellátod, hogy ne vérezzen el meg minden ilyesmi, és magát a kart, ami most a legmegfelelőbbnek tűnik számodra, azt... Jegelni. Kvázi.
Jó. Mekkora része van roncsolva, szóval honnan kell vágnom? Nem mindegy, hogy vából, vagy csuklóból. Lövések végigmentek a karján, ugye igazából szétroncsolták az egészet. Mm-hmm. Viszont annyi szerencséd van, hogy gyakorlatilag csukló fölött egyébként már úgy nagy részt úgy rendben van. Könyök. Tehát, hogyha csukló fölött vágod le, akkor már jók vagyunk. Amit mutatsz? Csuklót mondtam. De könyöket mutatsz? De hülye vagyok, igen. Amelyikre gondolsz? Könyökre gondoltam. Mutatom a könyökömet, könyökre gondoltam. Pont nem látszik a kamerán. Akkor alkar le. Gyakorlatilag alkar, igen, de egyébként az egész kart helyettesíthetett. Hát az nem is tűnik olyan vészesnek. Ahogyan megtölök ítélek. Hallod? Az nem is tűnik olyan vészesnek. Hát igen, ha igazából, hogyha szerzünk egy power fistet, akkor az úgyis kb. A fél alkalommat le kéne fágni. Igen. Meg oda biztos tudunk még valamit, egy kis kampót addig rakni, hogy idővel. Ilyen kalózosan. De más nem, egy protézis. Ugye voxot oda izéljük, és akkor legalább két jelentkezt. Egy ideig biztos. Jó, oké. Egyébként valószínűleg tartod. Domi, dobjál erre most már egyet, mert még elmondok neked mindent így ingyen. Jó, mennyi? Várjál, 52 a 100-ra. Jó, oké, tehát akkor jó, meg vagyunk. Szóval, úgy gondolod, hogy egyébként valószínűleg jobb lenne, hogyha az egész kart helyettesíteni, mert hogy innen válból, ezt sajátos nekem mit mutatok. Tehát válból, mégpedig amiatt, mert azért egy-két lövés érte itt fel, csak nem olyan durva a sérülés, mint az alkar részénél. Hát, de azt később is le tudom vágni. Ezt most meg addig meg tudná vakarni az orrát, mondjuk. Hát de most tényleg, hát még mindig jobb egy kicsi csonk, ami van, mint hogy... Ez igaz, ez igaz. Egy pici csonk, egy csonk a pici. Meg egyébként a pici csonkkal fel tudod baszni a izét, tehát az embert is, ütni is tudsz vele. Hát, vagy hogyha ide celluxozzuk a rádiót, tudod nyomkodni. Az igazi imperi vagy akár. Egyébként tudsz fingani. Igazi elestartja, arra gondol, ezzel még szembe tudom bökni az ellenfelemet. Ez kell. Én azt mondanám, hogy biztos, hogy nem. Mert hogy később, hogyha persze... van egy jó kar, ami transzplantos, akkor úgyis alszol. Akkor levágjuk a maradék csonkot, és helyettesítjük. Most legyen egy kis csonkja, jó. Én onnan vágnám. Annyi felszerelés van, hogy magát egyébként az amputációt, azt nyilván végre tudjátok hajtani, illetve... Hát az én is nekem olyan. Hát a dokikon alapból, egy sorozható dolgot. Ott van. Hát azzal vágtam le a lábat is. Igaz. Az egy két méter hosszú ilyen orvosi penge. Tényleg, jó, szuper. Illetve, amit még találtok, mi nem biztos, hogy van nálad feltétlen, de itt szerencsére van, ilyen hűtőgél-szerűség gyakorlatilag, ami egyébként úgy gondolod, hogy nem az eredeti funkciója, jó, viszont, jó lett rárakom, viszont fel lehet tolni olyan szintre, hogy a jegelést azt végrehajthatja egyébként a levágott karoknak. Hát annyi, hogy azért olyan mennyiségben nincsen viszont, hogy mind a kettő feltétlen beleférjen, lehet, hogy hozni kell majd egy döntést, hogy akkor melyik legyen. Hát amit szépen leszettem, azt jegelem az övét, az kuka. Valószínűleg azt érdemes. Az úgy is sérül. Jó, de valahogy tudom, hogy Zenitnek is a karját levágtad, vagy akkor azt nem is hoztam. De az csúnyán. Az csúnyán. Hát levágtam mind a kettőt, megnéztük, igen. Mert hogy itt néztük meg a vért, hogy jó-e. Igen. És mivel mind a kettőnek jó volt a vér, hát azt tartom meg, amit 100 milliárd sikerrel vágtam le, mert az gyönyörű állapotban van, a másik az kuka, kidobom az ablakon. Jó. Hát nyilván... nem. Közelként téged is lefektetnek egy ágyra, ugye nem vagy magadnál, meg ti is beérkeztek, hát ugye... Én fedezem kívülről ezt a orvosi szárnyat. Ez egy jó ötlet. Biztonság kedvéért. Dobjál nekem kérlek, és mit is dobunk itt? Perception dobunk? Awareness dobunk. Dobjál nekem egy sima nullás awareness-t. Nullásat? Sima nullásat. Most hát én nem adok rá neked bónuszt. Tudom, hogy arra gondolom. Típusú awareness-t. És te meg amputáljátok. Nem csárgat első. Jó, kapsz rá egy plusz 10-et, mert ott van izé, Angela. Nem hát kaphatok. Nem? Ja, mert 60 ki max volt az. 60-an vagyok. Akkor van. Viszont... kapsz mínusz 10-et, mert ott van Angela. Maximum a célszám, mert... Az aurája segít, nem. Ez jó lesz, főnök úr. 32, akkor az 32-nél sikerül egyszer, és utána mindig 10, akkor az 7 siker. Ja. Wow, nagyon szép. Jó, hát ugye bele fog telni ez némi időbe, nyilvánvalóan. Igen. Azért mégiscsak az őrmesternek a karjáról van szó, úgyhogy azért nem itt akarsz sietni, meg hál' Istennek most nem is kell. Mennyire kell élnie, akitől vért veszünk egyébként? Hát attól függ, mennyi időt telt el, mióta halott. Egyébként... Hát nem rég lőttük, azért, hogy a zenitet meg a másikat nem akarják becipelni, hogyha szólok rádió, hogy azért vérveszteség biztos van, hogy lecsapoljuk, tudjunk neki vért adni.
Éppen meg lehet tenni. Akkor meg. De az őrmester el lesz vérátömlesztés nélkül is most még egy darabig. Legalábbis amíg nem találtok normálisabb helyet. Jó, oké. Hogyha te azt mondod, akkor oké. Csak ez mégis egy kar. Valószínűleg nem a... Meg amúgy is vesztett nem helyet. A igaz. Amputációba veszítettem nem, sok helyet, hát hanem amikor előtték. Te eltelt egy két-három de az annyira, mármint hogy úgy értem, hogy ne, te nem lehet mondani, hogy nem vesztettél vért, de nem olyan sérülésed volt, ami által nagyon sok vért vesztettél volna. Szóval nem egy levágott... nem levágva volt a karod, és abból ömlött a vér, hanem egyébként lövések darálták szét a karodat. Hát igen, de hát abban van pár ütőér meg dolgok. Úgyhogy ez is igaz, ez így van. Azon gondolkodom, hogy mennyire lehet egyébként már, hát ezt gondolom, hogy... Olyat talált, eltalálhatott olyat, akkor viszont... Nem, azon gondolkodom, hogy halott emberből vért venni, igen. Hogy az úgy mennyire működőképes kifizetődő, és annyira sok idő nem telt el. Megpróbálják majd, jó? Jó. Szóval megmondják a YouTube kommentekben, hogy mennyire vagyok hülye biológiából. Vagy hogyha nem az, akkor megnézem, hogy egyébként... Azt mondod, hogy a vámpír az nem ihat, tőlünk, ugye halott vért. A tőlünk egyébként kiknek egyezik a vére, és az vért fog adni. Ennyi. Igen. Berosszul, hát az... Amúgy az lenne a legegyszerűbb. Nem, valaki ad vért, az kész. Vampire-be berosszulsz, hogyha halott vért iszol. Halott embernek a vérét. Hát, szerintem az csak a interjú a vámpírra, meg ilyenekben. Szerintem a vampire-ben van ilyen, hogy meghalt. Nem tudom. Mert a izében úgy volt, hogy akkor izé, akkor megmérgez, az mérgező a halott ember vére. Halott ember vagy. Ilyen, de hogy a vampire szerepje, az a baj, olyan régen vampire-öztem, hogy nem emlékszem. Meg egyébként is ti mondtátok fel a könyvet, nem? Emlékeztek még? Azt pont én mondtam. Ó, bazd meg. Tényleg ti a Cyberpunkot mondtátok. A Shadowrunt. Haj. Dolgok. Emélben lehetséges, de jobban jártuk, hogyha valaki inkább adott. Jó, hát hogy van közülünk egyező vére, vagy pont úgy van egyébként, hogy úgy rakják össze az osztagot, hogy egyébként mindenkinek ugyanolyan legyen a vére erre igen, az esetre. Igen, nem fiejtett kell lennie olyannak, egyébként most őszintén én csak dobok egyet, azt akin eltalálom annak. Angela! Annak lesz az a vércsoportja, várjál. Nagyon már egy kit tampon. Mi a f... Ő? Vagy orvosi tamponra gondoltál nyilvánvalóan. Persze, hát tamponálom kell. Persze. Papi. Na, azt mondja, hogy legyen, pont egyes dobtam. Rendi. Rendi nem is említettem ezekben, de nyilván ő is segített most így. Rendi, jó. Akkor neki például. Jó, hát leült egy kik, addig akkor... megkérem Dr. Gellert, hogyha végzett a kis emberre, hogy akkor a nagy emberen dolgozzon, és akkor veszünk le vért, aztán bekötjük. Jó, a token már így rendben van, igazából pihennie kell. Akkor jó, hát kicsit most ott szorvas viszárnyat leülni a seggére. Befektetjük ezt most a prioritás, hogy egyben legyen a főnök urunk. Jó, hát azon dolgoztok, azért az el fog tenni. Persze, hát gondolom, hogy az órák. Nem kevés az idő, tehát nyilván órák, igen. Itt ennyi, ez úgyhogy a csapatnak is offolnám magam. Többi tagja addig ugye rá fog érni, más cselekedni. Bár ez azért lesz érdekes, mert az őrmester az ugye ki van ütve, te ugye inaktív vagy, te is ki vagy ütve. Hát, de a Knight az ilyenkor nem veszi át a izét a... Belenosz át fogja venni egyébként, mert ugye az, gondolom, hogy... rangba felettünk. Nincsen chain of comment, hát vagy legalábbis ő annak fogja gondolni. De ők nem hivatalosan... Hivatalosan az Imperial Guard-nak nem része, tehát igen. Nem. De ő attól még ő egy nemes, úgyhogy kezébe fogja venni a dolgokat valamilyen szinten, ha engeditek neki. Addig meg... Te megdobtad a Perception? Nem. Ha nem akkor van egy Knight-unk. Akkor minden oké. De van egy Knight-otok bizony. Egyébként tényleg poén, hogy neki is a bal karja, ugye a lánckardos. Ezért sérült meg, úgyhogy az lóg így. Úgyhogy egyébként, hát akkor annyit látsz viszont, hogy egyébként az Armiger az tényleg ilyen gyorsabb tempóban, tényleg mint egy ilyen robot struc, ugye, ilyen futómadárként lehet ugye legjobban elképzelni. Megy végig, és hát így kicsit szikrázik, kicsit füstöl, így lóg a bal karja. Mellette hát a jobban meg ugye tartja azt a melltát. És az... És nagyon úgy néz ki, hogy fürkész körbe egyébként. Nekem is azt látod, hogy a fej, ami be van építve az elejére, az úgy ilyen zölden világító szemekkel így balra-jobbra, és egy ilyen elég gyors körbepásztázást végez. Zölden világít? Mint a mogyoró? Zölden, mint a mogyoró, de más árnyalat. Jó, akkor jó. Csak, hogy nem olyan gonosz zölden, hanem olyan barátságos. Olyan barátságos zölden, olyan lojalista zöld, tudod? Jó. Lojalista zöld, hát jó. Úgyhogy valóban az történik egyébként, hogy az elkövetkezendő pár óra, hát egyrészt a Belenosz át fogja venni az irányítást, tehát azt lehet hallani, hogy vakkangat parancsokat,
De így meg nem állt, tehát tényleg ő megy körbe ezen az egészen. És úgy inkább a Voxon keresztül értekezik mindenkivel. Viszonylag hamar megtanulta mindenkinek a nevét a jelek szerint, tudja ki hol van, meg ilyesmi. De nem is igazán, tehát olyan parancsoknak indul a dolog, de mégis olyan a felhangja, mintha kérne. Tehát tényleg egy ilyen nemesi, vagy nemesies eleganciával csinálja a dolgot. És így történik az is, hogy hát azért kaját, meg innivalót összead a csapat, megrédelik, amit meg lehet, hogy egyetlen számba vegyék, hogy mi a szituáció, felmérik a területet, meg ilyesmi, hát elláttak még pár feladatot, te ugye pásztázod a környéket, és hát azért eltelik egy, tényleg egy jó pár óra, és már este felé fog járni az idő, amikor végre le tud rakni az eszközeidet. Sóhajtasz egy nagyot, aztán egy megállapított, hogy végeztél. Szuper! De ugye a kéz keze csuklótól felfele, az furoncs, vagy az egyébként töké? Mármint abból, ami... Hát, hogy innen ezt levághatom. Hát az egész balkar, úgyhogy ezt az úgy temethetjük. A picsába. Azt úgy elraktam volna, pedig üteket minek irány. Akkor lehet, hogy ezzel járt jobban így most. Megtöntem a pulykát a kis kezemmel. Dobolsz a saját kezével. Az ízét tudod, ízé. Berakjuk a ízét, a mesterséges intelligencián. Jó. Na úgyhogy ez most a pihenés ideje lesz mindenféleképpen mindenkinek. Neked is ki kell pihenned, hogy a csata heve után órákon keresztül. Hát meg engem is elláthatná egyébként a Angela kis. Amúgy valóban, ez egy jó meglátás. Dobjunk is neki egyet. Ez amúgy nem rossz. Hogy van? Hány sikerszintenként? Sikerszintenként wound, és azt hiszem, hogy a medikai szinted kétszeres, de mindjárt megnézem. Úgyhogy nem mondjuk butaságon. Addig csinálhatod, aztán maximum majd utána elmondom. Jó. De egyébként akkor ez viszont tüdtüdű. Ez 7 wound. Akár összeámolom. És azzal szerintem maximum vagy nem, mert volt 7 wundod. És 14 van összesen valószínűleg. Hát legalábbis akkor körül. De minden 7-et kapsz akkor. Téged kell ellátni amúgy? Hát egy kicsit, aha. De még a... Még az előzőről. Szóval én nem sérültem. Megvan. 7-en vagyok. Intelligencia a bónusz. Okay. És nem 8. Plusz 1 damage minden egyes sikerszint után. Intelligencia bónusz? Akkor így van. Amúgy akkor is 7. Szóval nekem például az 4. Ja. Aha, az intelligencia bónuszod 4. Igen, mert 1. Az jó, 4. Azért mondom 7. Akkor viszont ez úgy van, hogy akkor te meg 5-öt kapsz vissza. Király, és akkor igazából ennyi lesz. Hát ugye pihenő lesz. Ez Belenosz ellátja. Insanity-nk nem nőtt? Ó, dehogy nem. Ez nekem nem. Hetesen van, ugye. Csak először lemás, sőt, nem csak Insanity-t kaptok, fogtok kapni. De előbb, tehát Belenosz ellátja ezt a feladatot, igazából ezt, hát akkor ezt te látod leginkább, meg te Doki, hogyha így kimész azért körbenézni. Meg hát hallod Voxon keresztül, esetleg felveszed a rendszert, meg belehallgatsz. Gyakorlatilag egy ilyen őrséget így felállít valamilyen szinten, behoz, hogy az emberek is tudjanak azért valamilyen szinten pihenni. Tényleg nem vagytok sokan, de valamiféle rendet ezzel sikerül. Elhúztam két kesztyűt. Persze. Nyilván. Ezután még indokoltnak is érzem kivételesen. És egyébként, hát akkor mehetsz te is pihenni. Meg egyébként neked is el kell majd menned pihenni mindenféleképpen. Persze. Idővel. De... Az, de szerintem én, hogyha úgyis felszabadultak ágyak, én az orvosi szányba aludnék, hogyha bárki, nem tudom, felébred és üvölt a fájdalomtól, vagy bármi, akkor felkeljek, beadjak neki fájdalomcsillapítót, ilyenek. Szóval a jó apuka szinten ott alszom, tudod, a csecsemő telefon mellett. Maria, dobjál nekem egy willpower, kérlek. Na baj. Nem csak a tasszolva. Inkább mentem volna ki. Nagyon nincs meg. Nagyon nincs meg? Nagyon. Jó.
meg lesz az üvöltve ébredés. Ja. Neked összemosódik. Így üvöltik. Összemosódik úgy minden az álmaidban, de újra éled azt a jelentet, amit láttál, amikor a snipert lelőtted. Amikor ugye ott volt a nő alak, amikor lefogta. Csak fontosan újra játszódik, és mindig más egy kicsit, és a legutolsó verzióban, mert ez a nő alak, amikor lefogja, akkor látod az arcát. És felismered. Szent Catherine. És kihagy egy ütemet a szíved. Egészen leizzadsz, és már mondanád a nevét, már megszólítanád, amikor kitátja a száját, mintha ő akarna először szólni hozzád, és elkezd ömleni a zöld fény a szájából, majd pedig a szemeiből, és akkor te meghallod, hogy Maria üvölt sikít álmában, dobálja magát az ágyon. Felveszem a kis papucsomat, oda megyek. Oda slattyogsz. Igen, és kicsit így megpróbálom így felrázni álmában, hogy... Hát ott lesz katona, nyugodjon meg, minden rendben van, Mária, itt vagyok, vigyázok magára, nem kell aggódni, biztonságban van. Én megfogom így a válladat, hogy... Jól van, megfogom így. Körbenézek, látom, hogy hol vagyok. Biztonságban van, rendben van, csak lázálom volt, hagyd mérje meg a lázát, forduljon meg. Nem fog felni. Csak eljét. Én úgy érzem, hogy a doki tudja, hogy ő mennyire fontos ennek a csapatnak, hogy ilyenben maradjon, és kicsit visszaél vele. Nem, szóval megnézem, hogy láz, sebb láz, igen, akkor elfertőződött, valamit elbasztunk, tip-trip. Nem basztatok el semmit egyébként, rémálmai voltak, amit egyébként teljes mértékben, tehát egy pszichés szempontból abszolút indokoltnak játszott. Nincsen az, amit átvérzett valamilyen kötést, ilyesmi. Hát egy kicsit egyébként, akkor amiatt mert dobálta magát az ágyon, miatt odaértél. Lecserélem azokat, újra lefertőződött, nyugodjon meg, minden rendben van. Mária, a legjobb köszönöm. Kezekben van. Nekem még kettő is van. Többiek? Nem mindenkinek van kettő. Körbenézek, hogy kiket láttak körülöttem. Hát azért a kiabálásra benéznek többen is egyébként, akik a környéken vannak. Szóval látod Defconnak a nagy busa aggódó fejét benézni, hogy minden rendben? Minden rendben, csak rosszat álmodott. Jó. Mármint az nem jó, de... Túléli, ez legyen a legnagyobb baja. Oké. Az örmi jól lesz? Mindjárt megnézem, remélem. Oké. Ha elláttam őt, meg átkötözgette, meg ilyenek, akkor nem tudom, adok neki be egy kis ízét, nyugtatót, hogy jobban aludjon. Jó. Ez egy jó ötlet. Hogy ez? Tessék, egy kis koktél. Ezért csinálta igazából. Legközelebb is felkelek. Rosszul álmodtam. Rajtam nem hat a nyugtatót. Az egy kis vidoki. Tehát csak kiabálni kell. Jó, hát Defcon így bólogat, és akkor visszaforul. Egyébként tényleg úgy néz ki, mint valami nagyon hát így. Azt akarom, hogy a középkori lovag, de hát mégiscsak egy állatnak a páncél darabja van a bal karján, hogyha inkább egy ilyen barbarisztikus megjelenése van, főleg, hogy eléggé le van sérülve a felszerelése, meg minden ilyesmi. Egyébként még ő relatíve sérülésmentes, tehát az amit látsz vér, az nem a sajátja valószínűleg, és már régen megalvadt. Hát minden sérültet, hogyha már úgyis felébresztett a Mária, akkor egyenként végignézném, akinél úgy van, annál cserélnék vizét, átázott dolgokat. Jó. Hát erre nézem, az őrmi egyben van-e. Nála biztos, hogy kell a karján kötést cserélni. Kell, külön nem dobálgatok ezekre, megcsinálod ezeket amúgy. Ellátod a csapatot nagy részt. Aztán utána visszafekszem. Önkéntelenül felkelt Angela is, tehát segíteni fog. Ő is ott állott velünk. Persze. Ó, doktor. És akkor ugye pihentek tovább. Ettől függetlenül relatíve nyugisan fog telni az este, főleg annak, akit bedrogoztak. Viszont... Tehát mindenki. Azt az, hogy függők vagyunk mi annyi. Nem tudta az Angela, hogy begyináztam, miután látta, hogy ott alszik velünk. Oh yeah. Na. Szóval, Insanity. Az a nagy helyzet, hogy hát nyilvánvalóan az, amit átéltetek, azért ez egy nagyon komolyan lelkileg megterhelő dolog volt, azért ez kétségtelen. Nem csupán arról van szó, hogy mennyire megterhelő volt fizikailag, mentálisan az elmúlt időszak, amin keresztül kellett mennetek, de mindezek mellett vég kellett néznetek ugye, Kenji halálát, és valami olyat, amit nem igazán tudtok
épésszel megmagyarázni, és legszívesebben a történteket, amit láttatok a zöld tojásszerűség, a kristály kapcsán, az, ami történt Kasperrel, az, amit mondotta, ahogy kinézett, és az az érzés, ami elfogott titeket egyáltalán ennek a jelenlétében, próbáljátok az elméteknek egy olyan szegletébe rakni, ahol nem kell vele foglalkozni, és ez segít is, amíg mondjuk örködtök, vagy nem is, amíg örködtök pont nem igazán, hanem amíg pakoláztok, amíg elvisztek egy dolgot ide, amíg a dokiék ellátják a munkájukat, de amint annak vége, így előjön. Tehát, hogy ott van az elmétekben egyszerűen, hogyha Insanity-t fogunk egyébként mindenkinek, én ugye nem fix értéket adok, hanem azt fogom mondani, hogy mindenki dobjon egy D5-öt, tehát ugye egy D10 per 2-t, 1-2-1-nek számít, 3-2-nek, stb. És Mária adjon hozzá plusz 1-et. A felezett értékhez plusz 1-et? Persze. Akkor az 4 szerintem, mert 7-et dobtam. 5? Hát így illik hozzád, mert ott voltál a sűrűjébe. Na ezeket írjátok fel. Én is 5, mert 8-at dobtam, ami 4. Ja, de én nem adok hozzá, akkor csak 4. Mindenki hozzá egy plusz egyet, nem csak Mária? Plusz egyet csak Mária ad hozzá. Ja, csak ő. Aha. Akkor csak négy. Jó. Ja. Akkor 11-es Insanity-n vagyunk. 11. Az még közepesen rossz. Hát most az fog történni, mindenki dobni fog egy effektet, hogy lesz-e effekt, és akinek 10 fölött van, az plusz 10-et hozzáad. És aki véletlenül érte a 20-at? Érted a 20-at? Hát igen, lehet, csak én voltam 10 alatt. Igen? Elérte még más a 20-at? 15. Akkor még az nem. Az abban én láttam mindent, toronyból. I have seen stuff. Én mindent tökéletesen láttam. I have seen stuff. Mondjuk az örmesszerűek meg átérte, ahogy megfogta ez zöld. Jó, ember. Akkor te plusz 20-szal fogod ezt a dolgot. Nekem nincs is valami. Mária, neked mennyit van? Én nem írtam még oda be semmit. Nem, bocsánat, felezni kell. Akkor nem értem el, 15-nél vagyok. Ah. Csak maxhoz dobtam, és nem, nem vagy így is jó lesz. Eddig. Nem? Akkor nem is álltam olyan jól, mint gondoltam. Mert? Hetesen voltam. Azt hittem, hogy nekem olyan alacsony voltam. Volt. Kb. Ugyanott vagyunk egy ilyen 4-5. Ja, 11. 10 fölött van, igen, hogy van? Mi van? Mi történik? Pillanat. Mindenki 10 fölött van. Pillanat. Over. Mindenki 10 fölött van, de senki is. Szerintem én 10 fölött. 20. 20 alatt. Jönnek fel az emlék. De mindenki 20 alatt van. Igen. Igen. Jó, meg vagyok. Így van. Így van. 10 és 20 között van mindenki. Igen, igen. De Jani, a 10-nél egy kicsit több, de a 20-nál kevesebb. Ne foglalkozz vele, nagyon sok drogot raktam bele, hogy túléljön. Addig, amíg nem veszélyes, hogy nincsen meg a másik karja. Hogy mondtad, örvestem egy 20-nál? Igen, hát a 20-nál. Várjátok már, nem a jobbat kellett volna. Levágja a jobb karomat, vágjuk. Körkörös bemetszés helyett. Na, Angela, azt mondtam, hogy a lába. Egyszerűbb megközelítést fogunk csinálni, ami azt jelenti, hogy mindenki dobjon nekem akkor egy effektet erre az egészre. Úgy fogjuk csinálni, hogy hát igazából egy D100-os dobás. Mondom, mi na, van. Kezdjél, buci, akinek 10 fölött van, az plusz 10-et hozzáad. Uh-huh. 85. Akkor az 90. Nem, hát 75-öt dobtam, plusz 10. Ja. 85. Jó, majd mindjárt sorba megyünk, jegyezzétek meg, aztán mondom majd mi micsoda. Mindenki dobja ki. Nekem kerek 70, akkor az 80. Jaj, de szépeket dobtok. Jó, akkor megyünk sorban. 80-at mondtál? Igen. Oké. Hát te rettegni fogsz. Mindenhol veszélyt látsz, nagyon jumpy vagy. Van jó híre is, plusz 10 bónusz kapsz a perception tesztekhez, viszont mínusz 10-et a willpowerhöz, 1D5 napig. Egy pillanat, plusz 10, amire? Plusz 10 a perceptionre, igen. Mert ugye paranoid leszel, még jobban, még, és viszont mínusz 10-et kapsz a willpowerre. Jó? De egy D5 nap, ez nem is vészes. Egy D5 nap, és akkor ennek hatásaként, ha bármi lenne, én majd észben tartom, hogy te rettegsz, úgyhogy fear próbát kell majd. 5 napig. 5 napig. Ki lett a maxot? 5 napig rettegsz, jó? Ezt ne felejtsük el. Ezt ti rettegsz. Akkor megy a nullát. Körben berágom. Nekem legalább még van mit. Majd bekötözöm azt, rákcsálod a gészt. Ez annyit fog jelenteni, hogy az elkövetkezendő 5 napban, ugye azon kívül, amiket most elmondtam, hogyha történik valami olyan jellegű dolog, akkor dobatok. Igen, direkt sopatom, majd ijesztegetem. Buh! Technikailag te nem tudod, hogy nem, hogy hát csak pontosan mit. Igen. Jó, Örmi. 85. 85-ös, ugyanez. Oké. Okay. Ugyanez, dobjál nekem 1D5-tel. 7.
Az hogy? Négy, nem? Fölfelé kerekítünk? Ja nem, ez úgy van 1-2 az 1, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 7 az akkor az 4. 4 napig. Ja. De jó, ugyanez lesz, mint ami ezt írja, teljes mértékben. 44. Doki 44. Na. Ez pont beleesik abba. Na! Tetszik, tetszik a reakció. Szadista. Compulsively perform an action. Nagyon jó. Tehát, hogy valamit muszáj csinálnod, ugye valami, valami megrögződésed lesz. Jó. De 3D10 óra, úgyhogy nem annyira lényeg, de azért dobjuk ki ezt a 3D10 órát, mert kíváncsi vagyok. Ez jó, nekem az volt. 15 óra. 15 óra, az elkövetkező 15 órában, ami igazából a holnapi napnak lesz, akkor kb. A fele feltehetően. Az a lényeg, hogy mínusz 10-et kapsz Fellowship Intelligence-re, Perception-re, és muszáj megcsinálnod valamit, ugye, mint nálad a fegyvertisztítás volt, hát szerintem neked jobban fog fogyni a kesztyűd akkor, meg egyáltalán tisztaságmániában. Muszáj mindenkit amputálnom, csak úgy lehet megállítani ezt a fertőzést, ha mindenkiről levágok valamit. Az összes halott szét lesz szedve darabot. Flash is weak. Igen. Na. Neked? Nekem 20 kereken. Neked 20? Hát az kicsike. Ennyit dobtam? 14-15 óra, ugye? Hát figyelj, 3D10 óra, az dob ki. 18. 18 óráig, hát akkor ez hasonló, a következő napnak egy jelentősebb része. Minusz 10 a fellowshipre, antiszoc leszel. Tehát ez konkrétan az. Withdrawn and quiet, tehát hogy nem nagyon beszélgetsz majd másokkal, visszavonulsz, ilyesmi. Nem 66 kesztyűm van, 15 óra. Levonok 45-öt, hogy óránként 3-at elhasználok. És akkor marad 21 kesztyűm a 66-ban. Jó. Na, viszont ti ketten még ezen kívül dobjatok nekem egy-egy D10-zel, és annyi corruption-t fogtok kapni. Maxos? 10-et dobtál? Nagyon jó. Én 4-eset dobtam. 4-eset dobtam. Elhasználjam a fate pontomat? Nem tudja, erre lehet-e. Mi történik most? De egyébként... Én azt mondanám, hogy nem lehet. Ó, és direkt azért cserélgetem állandóan a kesztyűket, mert félek, hogy ez valami fertőzés, ami neki volt, ez a zöld geci, és hogy elkapom tőletek, meg kezellek titeket. És azért minden szar után... Dobjál nekem egy D100-at, akkor örmester úr. Befűrnök. 39. 39, hozzá fogunk adni egy 10-est, az 49, nem mint a... De lehet, hogy számít. Na, ez egy végleges obsession lesz. Tehát ez, ezek a korrosanok, ezek viccesebbek, lehet, hogy ezt gyakrabban csinálom majd. De ugye nyilván nektek azért van, mert ti konkrétan érintkeztetek, és nagyon közel kerültetek a dolgokhoz, és hozzád kifejezetten illik körmester, hogy téged meg is fogott ugye a Kasper. Szóval, fell obsession. Egy olyan berögződést fogsz kapni, ami... Hát úgymond sinister, tehát hogy például csontokat gyűjtesz, vagy rituális áldozat, vagy olyan módon végzett ki brutálisan az ellenfelédet, ami igazából már-már indokolatlan. Valamilyen szinten rád fogom ezt bízni. Én afelé terelnélek, vagy azt mondanám, hogy ez egy olyan jellegű dolog legyen, ami a brutalitás. Hát és ez a, egyértelmű valószínűleg a lánckardos izé. És a vágófegyverek iránti obsession, meg annak a használata leginkább, hogy trancsír. A chain az durvább, mint a... Trancsír. Hát ugye egyáltalán, hogy vagdosni jó. Mint ez a káosz parinam. Gonoszok meg is érdemlik egyébként, így jobban belegondolva. Azt kéne hallod, tényleg, egy fasz a Groot Kaffmanship kar, és akkor amikor tírelek, akkor közben letépem a fejét. Plusz 10-et kapok strength-re, meg ilyenek. Te úgy fogsz ébredni, hogy... Jó. Oké. Akkor igazából... Egyrészt lesz benned egy elképesztő... Phantom végtag az jó ilyenkor. Bosszú vágy, ugye? Ezt majd akkor majd mondom, nyilván ez most előrevetítve, hogy... nem. Majd mondom valóban akkor, amikor felkeltél, de ez majd kapcsolódni. Fog ezt én felírom magamnak, hogy akkor kaptál egy... Felütötte a bandánkban a fejét a korrupció. Akkor tényleg a Street Fighter kellett volna felvenned. You are basically a Street Fighter. Úgy érzed, hogy van korrupció. De az este eltelik. Hát nem lehet mondani, hogy könnyen alszatok, mert nem.
Mindenkire másképp, más hatással lesz ez a dolog, ugye ezen végigmentünk, hogy mégis hogyan. Azért vannak rémálmaitok. Talán nem annyira megterhelőek, mint Máriának, de vannak. Doki, neked az egyik legrosszabb rémálmok jönnek be. Elfogyott a kesztyű. Elfogyott a kesztyű, minden koszos, és ha mindez nem lenne elég, amikor nekiállsz, elrontod a műtétet, és folyamatosan elrontod. És amikor ilyen teljesen zavaros az álmod, tehát már nem tudod nagyon követni, de hogy amikor rádöbbensz, hogy éppen mit csinálsz, akkor jössz rá, hogy egy hullahalomnak a közepén állsz, mert egyszerűen a sokadik embert, a sokadik társadat nem tudod megmenteni. Ugye hánykolódsz rendesen, az őrmester azért jobban ki van ütve, neked mondhatnám ilyen vérgőzös, karmazsin színű álmaid vannak. Nem igazán van foganatja, inkább érzés, ilyen fémes íz a szádban, egy bugyogás a gyomorodban, egy feltörni akaró sikoly, ami soha nem történik meg. Valami hasonló. Neked sokkal passzívabb, sokkal visszafogottabb az álmod is. Nyugtalan, nem tudod magad jól kialudni, és úgy fogsz felébredni, hogy egyszerűen nyomott vagy, mint akit fejbe vágtak is. Kicsit benne van ez az érzés, hogy jó, hát nyertünk, de mi a fasznak. Hát a te esetedben meg ugye meséltem, hogy mit éltél át. Kifejezetten zavarodottan fogsz ébredni, és úgy, hogy jó lenne pihenni. Egy kicsit távol lenni mindentől, de teljesen tisztában vagy vele. Ez inkább az elmédnek a hátuljában, valahol a messziben van, de hát abszolút múlt tudod, hogy ezt nem engedheted meg magadnak. És akkor reggel fel kell mindenki. Éjszakra lenyúlhatom a cigijét? Igen. Tényleg még mennyi van? Azt hiszem 5 vagy 6? 6? 4-et. Fia, dobjunk erre egy izét. 20-20-szal. Tehát valaki észreveszi a képen, izé örködik csak ilyen. Szeltet? Vagy mit? Mit nyomtad? Szeltet 20-20-szal, aha. Vagy nincs ebben Slate of Hand, vagy ilyesmi? Nincs semmi. 38. Jössz le, van Slate of Hand. Slate of Handezzünk akkor. Plusz 20, akkor ez minusz 20, mert nem vagyok benne képzett. 38, mi egérit is, az 29, akkor ez nincs meg. Jó, mert paranoid vagyok, felkelek, úgy elkapom. Nem kezd fel, ja, nem kezd fel, tehát ki vagy ütve, ezt arra dobtam, hogy annyit hallasz, hogy ismerős hang így benéz, mégpedig ki legyen a szerencsés. Alexej, hát hogy hallod, így kopog a padló egy kicsit, hogy a műlábával közelebb jön, és annyit hallasz, hogy Finn. Mondja. Mit csinálsz? Lányolom a cigét, bassz meg, mit csinálni? Cigét. Nem hiszem, hogy ennek örülni fog. Nesze egy. És amúgy nem is mondok semmit, elmegyek mellette és megyek ki a cégből. Hát így, azt lehet hallani, hogy nem az összes cigret lenyúltam. Nem, négyet. Négyet? Négyet a hatból. Azt lehet hallani, hogy... Kettő marad? Kettő. Azt lehet hallani, hogy így köszörülje, nem látod, hogy elveszi a cigit, meg kimész, de ami köszörülje a torkát, és ilyen... ja, hát lehet nem kéne, de utána na, azért... Na, akkor azért úgy hallott, hogy egy gyújtó azért takadtam. egy cigi azért. És akkor elpöfékel még az őrségében. És akkor utána viszont reggel felkeltek akkor mindannyian. Mondott módokon. Hát... nem vagytok túl aktívak ti ketten, de mozgásképesek vagytok. Igazából egy ilyen járóbotot, vagy valami mankót inkább, meg ilyesmit, azt amúgy lehet nektek keríteni, tehát az van a helyszín. Ez egy opció. És egyébként meg ugye aktív mindenki, úgyhogy... Én még így az első... tehát, hogy ahogy felkelek, így kb. Összeszerelőzködök egyből, megnézem token, valószínűleg még alszik, mert nagy lövés kapott, de csak így ránézek. És én minden parancs, minden reggeli előtt én felmásznék ugyanoda, ha lehet, ahonnan ráláttam a toronyra. Uh-huh. És én ott lennék, amíg nem kapok semmilyen extra parancsot. Jó. És nézném a... Ott van a kristály. A fenti kristályt, aztán... percekig, aztán le a szétesett embert,
Kenjit gondolom aztán elvitték. Lehet, elvitték Kenjit, és a szétesett Isten embert, ezt letakarták egy ilyen izé, lyukas ponyvával, amit találtak valahol, és úgy gondolt, hogy áttereng egy kicsit a zöld rajta. Igen. A fegyver újra van, le van támasztva, úgyhogy hogy ránézzen a Kasper hullájára. Uh-huh. És a tápcsővel, meg az extra bajnekurára meg nézném a figyelném igazából, és közben cigizek, úgyhogy füstölgött a torácsit. Hát annyira nem, nyilván, de hogy ha valaki közül, akkor így cigizgetek ott. Jó. Ahogy jön fel a nap, a napnak az első sugarai, azok szép lassan megcsillannak ezen a kristályon. Gyönyörűen szétszórja a fényt. Igazából, ha nem tudnád, hogy mit vitt véghez, meg hogy mi történt miatta, akkor még gyönyörűnek is tartanád. Kétségtelenül, azért kétségtelenül objektíven egy szép látvány, de önkéntelenül eszedbe jut, ahogyan látod, ahogyan szóródnak a fénysugarak ezen a képződményen, önkéntelenül eszedbe jut, ahogyan átlőttem a koponyáját, ahogyan... és mégis tovább fogta az őrmestert. Igazából ez az, ami így szerintem folyamatosan... És hogy ez a világítás, tehát, hogy eltaláltam. Ugye jött a fickóból, magából a kristályból, ugye a kristályt eltaláltad, mert ugye a kristályt lőtted meg. Meg utána agyon is. Igen, igen, de utána a kristályt, hogy megölt, ugye ráömlött a fickónak az arcára ez a cucc. Ugye próbált áthegeszteni egyébként, tehát hogy az volt a szándéka, hogy áttöri. És önkéntelenül ebből a gyönyörű fényből valahogy bekúszik a gondolataid közé. Központjába az, hogy Kasper maga ez a gusztustalan zöld fénnyel világít. Annyi visszazökkent egy kicsit, hogy ebből a gusztustalan zöld fényből lojalista zöld fény lesz, és hallod, ahogyan a szervók mozognak, és Belenosz az így megy el így előtted. Ő nem szúrt ki téged, nem is keres igazából, az Lont feladata, nem az övé, de úgy éppen így megy keresztül. Jókorán felkelt ő is, már ha egyáltalán aludt. Egyébként úgy néz ki, hogy az estét azért a lovagnak a bütykölésével töltötte többek között, mert lehet látni, hogy hát amennyire telt tőle, a balkar így valamennyire ki van támaszva, viszont nem kell mechanikusnak lenned, hogy megállapítsd, hogy hát az nem nagyon hajlik, tehát hogy ez így be van rögzítve, hogy egyáltalán a használható legyen valamilyen szinten, és nem szórja a szikrákat. Egy elmegyi előttől így kényelmes tempóban. És ahogyan ébredeztek egyébként a többiek is később, önkéntelenül mindenki elkezd gyülekezni. Tehát ahogyan egy kicsit úgy híre megy, hogy ja, amúgy az őrmester is nyitogatja a szemét, meg a többiek is, megy oda mindenki. Megfogom a fantomfájdalmas karomat, hogy így akarnám fogni a csuklómat, hogy fáj, de így odatapogatok. Jönnek vissza az emlékek, ahogyan felébredsz. Rikef? Kicsit megijedek, hogy... Igen, én is így mindent veszem. Jövőbe csinálok kávét. Oda jön valaki. Rikef, valaki, jó reggelt! Keresem az árulkodó jeleket, bármilyen fertőzésre, gonoszságra. A körülményekhez képest még egészen megnyugtató a látvány, mivel az egész csapat ott áll. És most tudok rajtuk hílelni. Leharcoltam, fáradtan. Tudsz egyébként. Ezt megtenném. Dobj egy ilyen átlagot, jó? Tehát, hogy dobj egyet. Biztos hátra most dobok egy szart. Nézzük. Minusz 10. 94. És minusz 10. Az egy. Tudod mit? Minusz 10. Hát persze, mert 15 óráig minusz 10 az intelligencedre. Tényleg, akkor nincs is meg. Nem a... Nincs meg, mert a 104. Jó, akkor összehasonlításképpen nézzünk meg még azért még egyet, jó? Jó, hát akkor... És akkor majd megátlagolom. Ki a... Az már jobban hangzik, az 18, az már 90-re, akkor az 18, akkor az 7, siker. Már meddig voltam kiütve? Hát számításaim szerint nem olyan sokat, csak egy fél napot körülbelül. Nem volt gond, Máriával kiváló munkát végeztünk, sőt, egyébként találtunk valakit, akinek a keze tökéletesen illeszkedni fog majd. Le is jegeltem minden esetre, mert az igazi az kuka sajnos, de az a baj, hogy itt nem olyan jó a felszerelés, de arra gondoltam, hogy ha sikerül bevennünk majd, ami egyébként a célunk, hogy megvédjük azt a nagyvárosot, biztosan van olyan kórház, ahol már esetleg meg tudjuk oldani a transplantációt, és minden olyan lesz, mint hogyha új lenne, csak a kar néger, de hát ez rész. Kérdés. Ki,
Ki vezeti most a... Mi meg jó fehérek vagyunk, mert nem sütött a nap, tudod? Fekete pepita. Ki vezeti most a bázist? A ghostok sem nagyon sötét bőrűek amúgy. Hát jelenleg Belarus próbál inkább illemmel, mint parancsokkal vezetni, de ezen kívül nincsen sok, nem napokra bőrni. Derjen is szaló van, nem? Mert őt is ellőtték még valamikor. De igen, ezt külön nem is említettük, de egyébként igen. Ugye, mert hogy őt még a izénél lőtték el, amikor átfutottunk igen. A smoke-on. Igen. Uh-huh. De hát a Comrade Edit technikai nem is igazán vehetné át ezt a részt, mert Comrade, de most tekintsünk el. Nem úgy értem, nem most akartam kérdezni, de akkor... De akkor így emlékszem, hogy őt is kilőtték. Igen, de ébredezik mellette ő is. Tényleg csak amennyit hílelek rajtuk. Ja, így nagy része ellátott a többieket, egyébként rendben lesznek. Tehát, hogy ez még ez egy attól függően kapnak HP-t, hogy hány HP-t hílelek, mert hogy ő mínusz 8-ban volt. Tudom, de ők azért annyira, tehát ők egy nagyon jó harci helyzetben voltak, és nem nagyon sérültek, amúgy sem. Kik? Eszterékről beszélek, hogy Eszter mínusz 6-ban volt, most dobtam egy sikert. Mert én most az NPC-ket gondoltam, hogy nekik dobsz egy átlagot. Nem. Jó, akkor őket a karaktereket külön, jó? Tehát akkor ja, jó, oké, akkor dobok Eszterre. Én azt hiszem mínusz 2-n voltam, vagy nem tudom. De... Pont megvan. Nagyon jó. 90-et dobtam 90-re. Nagyon jó. Szóval az 5 HP-t gyógyulsz. Akkor mínusz 1-be vagy. Uh-huh. Igen. Jó. Főni. Te is 5 HP, ugye 89. Minusz 2-n voltam, azt hiszem. Az igen. 3. Én maxon vagyok. Jó, nagyon jó. Minuszba ő fel tud kelni? Persze. Akkor jó. Hát ugye azért annyit csinál... Megfújja a szél, azt... Most ugye említed, azért annyit csináljunk meg, hogy legyetek nullám. Jó? Mert azért úgy gondolom, hogy a pihenés mellett, meg hogy ki tudtátok aludni magatokat, még rémálmok mellett is azt a mínusz 1-ről nullára, vagy mínusz 2-ről nullára. Ja, és arra, hogy gyógyuljanak akkor? Nem, vagy hanem hogy azt sem. Az gyógyítottad. Addig lementél, akkor nullára a pihenés, meg az alvás, meg ilyenek miatt hadd menjen fel. Szóval nullán vagyunk most. Jó, akkor nem számít, hogy most gyógyítottam. De, mert van, már most már nullán vagyunk. De, mert ameddig levitted, tehát a mínusz 1-ig vitted le, azt a mínusz 1-ről nullára. De ez csak az eszterő, plusz 3-ba volt. Nem, én is mínuszba voltam. Hát a végén minusz most 2. A izével az öttel az plusz 3. Hát úgy már plusz 3. Ja, akkor te esetedben, be, nem te plusz 3, mert azt te leszel nullán, akkor ennyi a történet, jó? Jó. És azt akartam mondani, hogy... Ez... Nincsenek... Jó tesz a vérkeringésnek. Ki kéne menni őrködni, nem? Vannak elég őrök, inkább szerintem most, hogy az őr... Nem, most a csop... Saját szemünk a legbiztonságosabb. Mivel nincsen kontroll, meg nincsen parancs, majdnem az egész csapat ott áll bent a izében, és... Ja, akkor jó, hát akkor... Várják, hogy mi legyen. Akkor csak várj, őr mi? Ja, ébredt cigány, hogy mindenki így... Főnök. Ki az, aki bármit is önkéntelenül csinált, míg ki voltunk ütve? Hát azt látod, hogy Defcon az így meglöki izé Raoult, tehát ez a lépj előre típusú, és hogy... főni, mi annyit csináltunk, hogy letakartuk, ami maradt Kasperből. Innen látod, hogy picsa mástapos az emberünk. Nem tudod, honnan szerzett piát, vagy ilyesmi, de bizonyosak a személy, minden baja van. Meg Kenjit bevittük a... toronyba elraktuk. Leraktuk. És megörködtünk. Annyi. Ja, meg a izé a... Átveszi tőle a szót izé. Andy mondja, hogy meg összeszedtük egyébként a ghostoknak a hulláit, a felszereléseit külön, meg egy kicsit felmértük magát a bázist. Találtunk azért pár dolgot. Na, ezt akartam kérdezni. Menjünk valaki kettesével, két ember álljon össze. 2x2 Defcon menjen Andyvel, Randy pedig menjen Raoulra, és járjátok körbe teljesen a bázist. Uh-huh. Nézzetek be mindenhova. Ha van túlélő Mad Ghost, akkor hatástalanítsátok, ha kell, öljétek meg, ha nem, akkor üssétek ki. Addig a többiek pedig állítsanak föl egy valami védelmi megfigyelő bázist itt a elsősegély mellett között. Ezt rábízom
mindenki, aki maradt, itt maradt. Hát Raúl maradt, Alexei maradt. Alexei maradt, egyedül, mert Raúl rendivel elküldtem. Raúl rendivel megy, Defcon megy rendivel. Úgyhogy csak a... Ja, igazad van. Igazad van. Hát még Angela van hát ott, de hát a sok kombrét maradt. Meg Angela. Ugye ezt látod, hogy az egyik probléma az az, hogy tetsz, kurvára kevesen vagytok az, hogy ezt a bázist ezt belássátok teljesen. Tehát hát azért mondom, hogy most négy embert elküldtem, de az összes... A maradékból meg három orvos. Maradékból három orvos, egyedül Alexei az, aki ért. Bár nem, őt is kilőtték, várja. Neki a lába. Ő nem halt meg. Az előző csatában Alexeit kilőtték? Szerintem őt is kilőtték, mert nem az volt, hogy az ő komrédjét is kilőtték, meg az én komrédemet is kilőttek, és még utána még bekaptunk még egy-egy lövést, és utána értünk csak be a toronyba. Igen, ezt elfelejtem, hogy Alexei a komrédje Elszínek. Ezt azért rontottam el. Bocsánat, hogy valóban Alexei jó, is fel akkor Alexei is, Derien is ki van lőve, Token is ki van lőve. Akkor egyel több cigid van. Mert akkor a felhasználható NPC-k, akik nem komredek, igen, elnézést, akkor, akkor Defcon, Randy, Andy és Raúl. Meg Angela. Meg Angela. Jó, akkor a dokik akkor addig, nem tudom, maradjanak. De ti négyen menjetek ki és nézzetek körbe kettesével. Hát Angelával mi meg vagyunk, hogy gondolja, Dr. Geller ki mehet pakolni. Dr. Geller nézze meg, hogy a milyen dolgok maradtak itt. Félek, hogy nehogy valami egyéb, nem tudom, milyen megszállott szar lenne itt. Ne menjen Dr. Geller egyedül, maximum csak ide, itt, ahol megnézzük volt a magyarót? Ne, ezt elméletileg azt izé, azt elhozattam kabátba. Ja, igen, igen, ezt akartam mondani egyébként, pont amikor Alexei felmerült. Ezt elhozattam, hogy meg tudjuk vizsgálni. Nem hozták el viszont, tehát Andy mondja, hogy közel mentünk, megnéztük, és túl súlyosnak ítéltük meg, hogy ketten le tudjuk szedni, úgyhogy nem igazán mertünk próbálkozni vele. Lehet, hogy nem az, de azok után, ami történt egy kicsit. Hát az ízé az emelgette, ne hozok el valamilyen ízébe, kabátba vagy valami, az biztos, hogy megvizsgálnánk. Nem emelgette senki, a torony tetején volt végig. Oké. Okay. Senki, tehát hogy nem tudták leszedni sem, a ghostok se tudták leszedni. Ja, valamiért úgy rémlett, hogy ez... Nem emelgette, hanem neki állt ugye így hegeszteni a cuccot, de nem... Ja, nem hát akkor szarom le. Várjuk meg, hogy mindenki jól lesz. Finn merre van? Finn, ott azon az ágyon, ha jól emlékszem. Bár nagyon jó van. Őt is el kellett látni, a Finn. De nem az a rizé, a Tomi. Jaj, összekeverterek a izéddel, a fityőkéddel. Egyébként, hát te akkor ott vagy a leshelyeden. Hát igen, én nem vagyok ott a bázison, úgyhogy senki nem tudja, hogy hol vagyok. Egyébként egy női hang válaszol, mert Lond is belép közben. Most a eredeti alakjában úgymond. Tehát a sápat már-már fehér bőrű, ugye, kopasz meg a fekete ruhájában. Erre én lehet, hogy választ tudok adni. Mi is őrködtünk este, és körbe mentünk. A sniper őrmester úr egyébként az épület tetején van, és szemmel tartja a kristályt. Remek. Amit úgy gondolom, nagyon jól tesz. Időközben Belenos most is járja a környéket, a perimétert. Most kiküldtem négy fiút, kettesével járják körbe a bázist. Ja. Nézzék meg az összes... házat, meg épületet, ami van. Mérjék fel a dolgokat, majd utána valószínűleg kell tartanunk egy leltárszerűséget, hogy mi van, mi nincs, és össze kéne gyűjteni mindent nagyjából egy helyre. Illetve lehet, hogyha Belanos végzett a járőrzéssel, akkor be tudod küldeni, hogy vele is konzultáljak. Én úgy gondolom, szívesen beszélni a őrmester úr, igen. Megmasszorizom így a csonkot. Egyéb iránt örülök, hogy jobban van. Szólok Belenosznak. Köszönöm. Tjolondi távozik is. Ilyen kígyószerű mozgással, ringó csípőkkel kimegy. Ő... Kígyószerű? Szlánes. Na, hát nem csak gonoszok használják a kígyót. Na igen, mert hát végülis orvosoknak is ott van a kis kígyó. Egyébként igen, ebben az univerzumban is ott van egyébként a két összefonódó kígyó.
apotekari jelképként, szóval. Na. Ja, sőt, valamelyik Horus Heresi könyv foglalkozik is a kígyónak a szimbolikájával, az egész... Tudom is, hogy Titanicusban merült fel, aztán. Na, de mindegy is, nem, tök érdekes volt. Az a lényeg, hogy nem is telik sok időbe egyébként, lehet hallani ugye, hogy megy a... Micsoda? Semmi. Ja. Ahogy megy a szervó, tehát a szervó hangok meg ugye lépkedés az Armiger-nek, és akkor hamarosan egyébként az Armiger az le is térdel egyébként, így az épület előtt kinyílik a teteje, és akkor hát így nyújtózkodva belenoszi. Örmester úr, hallottam, hogy beszélni kíván velem. Hogy aludt, hogy pihent, hogy van? A körülményekhez képest megmaradok. Mászik le a gépről egyébként. Közelebb jön. Hát a körülményekhez képest egész tűrhetően is fest, ha mondhatom ezt, Örmester úr. Körbenéztem a bázisom. Ugye kezdtem is őrködni az este folyamán, hiszen egyébként is jó öreg gépemet muszáj voltam helyrehozni némiképp. London meggyőződésünk, hogy bár egészen jó munkát végeztünk is az ön embere is, ami azt illeti a purgálás során, de én meglepődnék, Örmester úr, hogyha nem lennének ghost túlélők, de bízunk benne, hogy az erdő megeszi őket. Túl sokan nem lehetnek, az biztos. Köszönöm, hogy felügyelte a bázist, amíg nem voltam magamnál. Ez csak természetes, Örmester úr. Imádkoztam az Isten császárhoz, hogy jobban legyen. Örülök, hogy így van. Imái meghallgattatta Gregory keze által. A jó doktor, igen. Mindig. Mindig segít a csapatnak. Nélküle már szerintem nem lennénk itt. Na, de egy dolog ütött még így szöget a fejembe, hogy nagy ez a bázis ennyi emberre. Esetleg ha majd Maria és Alexa is jobban lesz, akkor meg lehetne nézni, hogy mozog-e még bármelyik jármű, akár a Kimera, akár a Limanras, illetve ha és amennyiben kérhetjük a lovagúr segítségét, akkor lehet, hogy az öngépezetével könnyebb lenne egyfajta, nem tudom, barikádot, vagy valami kisebb belső falat húzni ide az elsősegély épület köré, közé, hogy minél kisebb területet kelljen ennyi emberrel védenünk. Kivitelezhető. Így fogok tenni. Ha szabad, megjegyezem, Örmester úr, viszont a gép helyrehozása fontos. Az újra felszerelkezés szintén fontos. Ám valamit kezdeni kellene a kristálynak az ügyével. Vagy hátra hagyni, ezt már önre hagyom alapvetően az ön hatásköre. Illetve, ami morál szempontjából is fontos lehet, a tizedesét el kellene temetniük. Így van. Vagy nem tudom, mi a szokás az önök bolygóján, persze, de temetünk mi is. Nyugovóra helyezni. Illetőleg nagyon szívesen. És jó szívvel és tiszta szívvel segítjük önöket. De azt követően távoznunk kell majd. Amint önök továbbállnak, mert gondolom idővel továbbállnak, és nem tartják majd ezt a bázist. Mi is Londal tovább kell, hogy menjünk, és bízom abban, hogy szavának eleget téve megosztja velünk az információkat az említett helyről, ahol több információt szerezhetünk. Gregory, hol van a táskám? Hát neked. Hát az épület bejáratánál vannak, szóval ezt lehet hallani. Hát persze. A táska... Táska? Már is nézem! Megkeresem a táskáját, gondolom nem megtalálod. Oké, veszem a térképet. Admirális, generális? Uh-huh. Veszem a térképet, és megbeszélem a Londa, hogy nagyjából valahol itt zuhantunk le, és akkor mindegy elmutogatom neki itt a térképen, hogy kb. Amit a térképen berajzolgattunk meg ilyenek, hogy hol van nagyjából az ork tábor, és az ork tábor mellett, hogy mi másik irányba hagytuk el ott azt a fensíkot, és hogy ott azon az úton találtunk egy barlangot, ami lehet, hogy érdekes lehet az ő kutatásai
számára, ugyanis abban a barlangban felfedeztünk különböző rajzokat, freskókat, amiket értelmezni kevéssé tudtunk. Nem vagyunk mi a se a pálcák, igen, tehát nem vagyunk mi a Sororitas nővérei, vagy a Ministrorum küldötte is, hanem az Inkvizíció, úgyhogy ezt esetleg érdemes megnézni. Ez egy jó nyomnak hangzik, mester úr. Köszönöm a segítségét. Még köszönjük, hogy kitartottak mellettünk, és igen, ahogy mondja is, amint itt egy picit észhez térünk, és tényleg egy védhető kis részt kialakítunk, akkor azzal a zöld genyóval kell valamit csinálni, illetve esetleg megnézni, hogy nem tudunk-e innen valahogyan egy nagyobb hatótávolságú voxszal a torony tetejéről megpróbálni kapcsolatba lépni a többi regiment maradékaival, vagy dolgaival. Bölcs gondolat. Ha még javasolhatom, óvatosan, bár tekintvén, hogy milyen heretikusnak bizonyult Kasper maga, de lehetséges, hogy én átnézném az ő saját személyesebb dolgait is. Addig is eleget teszek a kérésének, őrmester úr. Jó felépülést kívánok. Köszönöm. Most, hogy így mondta ezt az egészet, így beparázok rá, hogy így kurva élet mi lehet azokban a szarokban, úgyhogy elmegyek és átkutatom ezt a Kasperiknek a... Asszisztálják? Ha gondolja, jöjjön. Persze. Ki mit fog csinálni? Több ugye szem többet lát. A csapat ugye, hát ők nagy részt azért, vagy többen kaptak parancsokat. Te ugye sniperkedsz, te véded a témát, te akkor mész fele. Maria? Én, hogyha elég össze tudom szedni magam, akkor én megnézném a járgányokat. Azért mozgóképes vagy, igen. Akkor viszont az lenne a legjobb, ugye, hogy akkor a hozzáértőkkel. Hát Alexei azért szintén mozgóképes lesz. Ez a szarú vagytok, de azért magatoknál is akkor tudtok azért dolgokat csinálni. És akkor még ugye Andynek a segítsége egyébként, mint azért ilyen technikusabb beállítottságú azért segíthet. Hát hogyha annyi, hogy neki először végre kell hajtani, amit eredetileg kapott. Jó. Egy irányba fogtok menni, hiszen kelet felé van most per pillanat a torony is, aztán azon túl van kelet felé ugye a kapu, ahol a kimérátokat egyébként elhagytátok. És ugye ott fel tudjátok majd mérni, hogy azzal mi újság van. Ugye füstölt a kiméra, bár ugye azért füstölt igazán, mert füstgránátokkal megnyomtátok, ugye? Kaptunk lövést, de nem gyúrtunk egy lövést. De rászortunk két füstgránátot. De hogy igen, tehát az elterelés volt a nagy része, ezt tudom, hogy sokat is, kaptunk. Szegény. Hát leesett megint az egyik lába, nem? Leesett a lánctalp, minden baja volt. Tehát majd fogunk rá dobálgatni, és... Tehát ez soha többé nem lesz maxos ez a kiméra. 17-re lement a 35-ről a strukturális integritása. Aha. Jó, hát azt majd akkor átbeszéljük, ez jó, hogy fel van írva. Hát soha többet nem lesz maxon ez a kiméra valószínűleg, vagy legalábbis a közeljövőben nem. De hát azért igen jól szolgáltam titeket. Fullánk volt a neve, ugye? Így. Tehát, hogy azért a kis fullánk az bőven ellátta a célját. Meg ha más nem, arra jó, hogy szállítson minket. Persze, hát az a fő lényeg. Meg ugye leesett a izéje, a lézer, a becsemált. Jaj, a lézer szóval, működik, igen. Az ott van valahol az erdőben. Az erdő szélén. Ott ül a fűbe, szundik el. Én azért még közben megyünk azért nyilván a fegyver a kezembe, és akkor hesszelek eléggé, hogy hát, látok a bukik. Ja, legyünk felkészülve. Hát látod, ahogyan a csapattársai ugye mennek keresztül a főtéren. Nyilván szemmel keresitek, mert tudjátok, hogy hol van Lond elmondása alapján, ezért kiszúrhatjátok a sznájpereteket. Mi akkor melletted van Token, gondolom, ugye? Hát, ha jön, akkor... Tud jönni. Akkor, de nem hívom. Mert nem pihenjen? Nem akarom, egyedül akarok akkor lenni. Pihen. Ja, meg tényleg egyedül akarsz lenni, mert hát igen, antiszocz vagy, tényleg. Ha őt látom, akkor éppen elnyomom a cigit. Hogy pedig még Fri most gyújtottál rá. Igen, most gyújtottam rá, aztán izélem, hogy elássa, hogy hűstjegő. Ilyen nem valószínű, tehát dobhasz egy csekket, de ilyen... Minusz 10-e. Minusz 30-al. Minusz 30-al. Igen, már perception, perception plusz 10, de nem, nem igaz.
Psz. Oh, nem lesz hagyjuk. Meg. Nem. Nézem az ő! Na jó, bányja a geci, menjünk tovább. Jó, hát tovább is mentek, akkor ugye a csapatnak egy része, tehát akkor ti ketten a dokival lecsatolódtok a toronynál, de meg akkor mész tovább. Akkor először ti bementek a toronyba, hát ugye a toronyban az előző estének az emlékei azért ott vannak, legfőképp a földszinten. A hullákat valóban elvitték egyébként az embereid, ezt egyértelműen meg lehet állapítani, azért az alvat vér, és úristen mennyi vér. Érzed az ízét a szádban gyakorlatilag, ilyen fémes íz teríti el a szádat és az orrodat is. Nem kellemes, forrul egyet a gyomrod tőle, úgyhogy nagyon szívesen mész tovább. És hát ugye, hogyha ezen a szinten maradsz, akkor itt van a dolgozója egyébként, igen, ahol, oda. Ugye be tudsz menni. Körbe. Hát a dolgozószobája Kaspernek az nem annyira rendezett, mint amilyen volt, amikor először meg voltál invitálva. Ki vannak borongatva ilyen ládák, ilyen tartó dobozok gyakorlatilag, ezenek a tartalma jó részt a földön van. Olyan, mintha nagyon gyors, nagyon sietve keresett volna valamit. De nem igazán... Ez gyanús. Ez nagyon gyanús. Ez nagyon gyanús. Jobb, hogyha odafigyelünk minden mozdulatra, és, uh-huh. és inkább ne. Inkább nagyon figyeljünk csak. Ezen kívül egyébként a piás szekrény is ki van nyitva, és az egyik üveg a földön van, nem tört össze. Csak úgy kiesett belőle, ez lehet, hogy a kapkodásának az eredménye, vagy egyébként akármi. De úgy fel van borongatva a dolog, inkább kidobálva, tényleg, mint nagyon kerestek volna valamit. És közé... keressünk mi is nagyon valamit. Ja. És még annyi, hogy középen ott van az asztal, ahol ott van az ominózus saktábla, és hát azonnal bevillannak az emlékeid ugye arról az estéről, amikor elárult titeket, és ami érdekes, hogy a saktáblának az utolsó eredménye, aminek ugye a végén ugye így feldöntötte a királyt, az változatlan. Egy királyt ugye ebben a fő, hiszem a császárnak volt a figurája talán, vagy a császár nevű figura, nem a nagybetűs császár. Igen, nem úgy, de hogy az még fel van döntve, amit ugye jelképesen szimbolikusan felborított, és amúgy ugyanúgy van hagyva. Kutassatok akkor. Jó, olyan dolog, hogy amúgy az ilyen dolgokat, mint a ami már így elő van, és így első ránézésre látszik, tehát a sakkészlet, a piáka, nem tudom, tehát ami most nem kell kutatni. Aha. Azt megkérném majd, igen, azt megkérném majd a dokit, hogy tegyük egy külön sarokba, tehát ami ennyire nagyon látszik, aha. hogy akkor azt majd elvisszük, csak hogy így szortírozzuk szét, mert ugye én egy kézzel segítek neki, de biztos kevesebbet tudok. És akkor utána, tehát hogy amilyen nagyon látványosan használati tehet, azokat is elvinném, mert tényleg jó lehet egy sakk arra, hogy kicsit feldobjuk a morált, hogyha... van egy csak tábla, van egy kis piánk, akkor tudunk adni egy kis piát, tehát hogy igazából... Csak felesezni. Ja. Csak felesezni. Szóval az ilyeneket mindenképpen esély kiegyenlítő is. Ilyeneket is elvinnénk. Jó. Abszolút. Akkor egy keresést nyomjunk, ami ugye... Perception lesz, igen. Van olyan, hogy... Még jó, hogy plusz 10-et kapunk. Sima perception félek, lesz. Nope. Nekem megvan. Megvan? Igen. Jó. 43-ra 35. Jó. Az alap dolgok, amiket ugye alapjáraton te legfőképpen félreteszel a sarokba, ugye a sakkészlet, aminek ugye volt a kétféle bábúja, és az egyik ebből a zöld kristályból készült történet volt. Pia, az egész sokféle van, ugye ez az őrmester úr fogja leginkább tudni, mert ő meg volt kínálva belőle, de ilyen egészen jó minőségű, tehát ilyen kiváló minőségű álmaszek is megtalálható. Akkor ne csak seppfertőtlenítőnek használja. Mindent lehet seppfertőtlenítőnek használni, ez lehet, hogy ez nagyobb kár, mint más hasonló jellegű dolgokat, de ezt majd ki megítélitek, ugye? Igen, az. Ami még ilyen könnyebb és szemet szúr, az igazából Kaspernek ilyen váltó ruhája, ami között található egy tiszti egyenruha is. Mi csak fel van akasztva, hát ez úgy néz ki, mint soha nem nyúltak volna hozzá, vagy nekem is nagyon-nagyon régóta.
neve nincsen rajta, feltételezhetően hozzátartozik. Szolgálati tiszti pisztolyhoz tartozó plusz lőszer, abból van kettő darab még. Lőszerből egyébként is, ez már a kutakolásnak az eredménye lesz viszont, lőszerből egyébként is találtok többet. Igazából ilyen last rifle-be való kettőt is, bár ugye az mondjuk az most pont jól jön, mert nem annyira tudtok könnyen újra tölteni. Tehát abból kettőt is, ugye kemény magas gép, kemény magvas gépfegyverbe valóból találtok egyet. Hány sikerszinted lett egyébként? Így akkor egy. Okay. Már hogy 30, 43-ra 35-öt dobtam. Az kettő. Akkor jön? Kettő. Nem 33-at? Nem, 35-öt. Ja, 43. Mit? Nem, 30. Mi? 43-ra dobtam 35-öt, igen. Amit még észreveszel, volna meg a kettő. Így már, hogy nem csak feldúlva lett el, tehát tényleg keresett valamit, hanem a nagy sietségben viszont dolgokat el is rakott a helyéről. Az, hogy magával vitte ezeket, viszont amit biztosan megtalálsz, hogy a szék alatt van egy ilyen össze, hát nem is összegyűrt, gyűrött, de összehajtott papír. Ahogyan kihajtod, az egy térkép, méghozzá úgy körülbelül a régiónak a térképe. És azon látsz több bejegyzést is. Az ork tábor fel van tüntetve elég egyértelműen. Ahogyan a jelenlegi bázis is, amin vagytok. Melyik ork tábor? A nagy, a hegyek között. Amit mi is találunk, igen. Ugye New Hope, illetve alapvetően New Hope körül az összes bázis, a két szigeten lévő bázis, ugye most észak-kelet felé lévő bázis szintén, és ami talán érdekes lehet, hogy az észak-kelet felé lévő bázis, az be van karikázva. Ami... Igen, ami picit tőlünk, igen. Ott a fák között, igen. És ami, ahol, ami nálunk ki van satírozva, ott van valami jel az ő térképen? Nálunk New Hope fölött rögtön van egy kis, ugye nekünk megvan már a lezuhanási szájtunk, megvan az, hogy hol voltak a kultisták, a tábor, ezeket ugye ki voltak satírozva, és van egy New Hope fölött is kisatírozva, hogy az, azon a térképen oda van valami írva? Igen, dobja a hegyek közepén. Van, dobja egy willpower. De hát az... Mert zöld kristálya van írva. Az a baj, hogy ugye most minusz 10 a willpower. Hát az ilyen. Megijedsz vajon egy térkép következő korrupció? 15 alá! Let's do this, 0-5. Tudod magadat inspirálni? Nem. 24. Pedig meg lett volna, minusz 10 helyett meg lett volna 24. Egyébként más tintával van írva. Ajaj. Nem tudod megmondani, hogy miért, mert az egész, tehát nem tudod megállapítani, hogy mi. Ez egy szimbólum, és nem érted. Nem tudod felfogni a vonalait, nem tudnád újra lerajzolni, vagy ilyesmi, de felfordul a gyomrod az egész, és egyszerűen egyszerre akarod látni és megérteni, mert nem fogja fel az agyad, és ugyanúgy akarod elhúzni a tekinteted, ami idővel sikerül, de még így is úgy érzed, mintha tovább nézted volna, mint amennyire kellene ezt az egészet. 3 insanity-t írjál fel, kérlek. Őrmester úr, jól van? Nem tudom, ez... Nem is akarom látni, és így ledobom a földre. Én azért felveszem. Biztos csak a sebláz. Dobjál viatkozást. Viszont, mivel... Várjál. Neked pluszos most, nem? Igen, neked most pluszos. 93-an lehet pluszos. Mert hogy a radiáns jelenlétemmel ott vagyok mellette. Ja, igen, radiáns jelenlét. De nem. Ugyanez történik. 3? Most igen. Adjátok majd a pluszos. Adjátok körbe az egész táborba, az a biztos. Mindenki zöldet fog hányni. Itt ezzel nincs valami rendben. Fú, elrakjuk, megmutassuk a... Talán a... Megesszük ki a falra, az a biztos. Talán Lond... Küldjük a tábornok meg. A Lond majd lehet, hogy többet tud vele. Lehet, hogy azért vagyunk ilyen rosszul, meg ilyen furán van írva, nem? Lehet, hogy a zöld kristály fényében kell megnézni. És az világítja meg, mint a titkos tinták. Nem, hát azt érzitek, hogy ez valami rossz, ez valami hereszi, valami gonosz, ezt nem akarjátok nézni, és nyilván bennetek, el, hogy nem elhajtjuk, vagy összehajtjuk, vagy valami, hogy hát lássuk. Szíve szerint felgyújtanád a picsába amúgy. Viszont lehet, hogy Lonnak jó egy plusz térkép, ha ő most tovább akar menni. Most kérdés, hogy
most vele nem ebasztok ki, ha ránéz. Ez egy elátkozott térképet? Uram! Nem is vagyok ott. Jó lesz az szerintem. Megnézik majd a londék, ők értenek ehhez. Itt valami hereszi van rajta. It's not hera, no, it's heresy. Azt írja, hereszi. Jó. Ez igazából, meg ahogyan mondtam, a bázis föltetek éjszakon az ugye be van karikázva. Még egy dolgot nem mondtam viszont, mert úgy belejöttem ebbe a dologba, hogy a szigeten lévő két bázis, ott van írva két-két dolog. Igazából ugyanaz, mint amely térképetek is ott van, hogy Spartans és Timberwolves. Igen. És a Spartans mellett van egy X. Csak ennyi. Azt már kihúzták, kinyírták őket. Nem áthúzva van a Spartans, van mellette egy X. Hát azért az lehet, simán lehet, hogy az már meg. Vagy az, hogy ők már átálltak. De ez valóban sok minden lehet. Az is lehet. És egyébként ennyi, mivel a régióról van a térkép. Régió térkép? Tehát, hogy tényleg csak egy ilyen szeletet. Be van karikázva a béz a fölöttünk lévő. Biztos az a célpont, és onnan a rosszul vagyunk hereszíjas helyről lehet, hogy oda próbálnak menni sűríteni. Megmozdulok, mert valami megmozdult. Biztos. Vagy nem? Nem mozdult csak meg valami? Csak fantom fájdalom, nyugodjon meg. Normális ez, egy olyan 5 évig. Nézem azt a... Az egyik piás üveg leesik, és széttörik. Piás üveg. És az alkoholszag elkezd terjedni a teremben, ahogyan érzitek, hogy a drága nedű az szétfoszlik. De a jelenlegi állapototokban nem kellemes, tehát... Nem. Tényleg forog a gyomrotok. Plusz olyan édeskés szaga van egyébként, mint hogyha már émeítően édes lenne. Azért ez nem az a jó ammóniás, amit szeretek. Hát még utólag így visszanézek a... Amit kell, én meg elrakom a sakkészletet, a maradék piát, meg ilyenek, amit megtaláltunk. A lőszert. Ja. Segítek neki. Igazából ennyi nagy összegyűjtögetjük a... Ja, valószínűleg a medikusi ház lesz a központja itt a kis hát, bázisnak. És igazából összegyűjtünk minden ilyen dolgot. Majd megvárom, míg visszajönnek a felderítő arcok. Addig viszont... kicsit Kenjit így felöltöztetjük, meg nem tudom, ki kéne találni, hogy hová ássuk el. De egyébként neked még biztos megvan az a mínusz tized? Az 5 órára dobtad, nem? Én 5 óráig vagyok. Ja, hogy az napot! Négy napot dobott, ha jól emlékszem. Az jó. Persze. Akkor mindegy. Most triguláztok. Szóval valahova el kéne temetni Kenjit. De valahogy úgy, hogy ha bármi is visszajön ebből a gonoságból, az ne érjen el hozzá, vagy ne tudja őt átváltoztatni, vagy nem tudom. Szigorúan véve ugye még miért ott van... Miért nem hamboztjuk el? Meg a letakart maradványa is ott vannak a Kaspernek is amúgy. Azzal is kéne valamit csinálni, mert az se túl jó, hogy... Éjjeli lámpának miért nem hamboztjuk el? Minden fertőzést meggátol, minden problémát megold. Hamvasztás, a kedvencem. Utána is pihetjük egy icipici kis urnába. Mondjuk az egyik üvegbe, amiben pia van. Fenomenális kozmikus erő. Icipici kis urnába. Kis nem viszünk magunkkal plusz embert elég, hogyha a dögcéduláját elvisszük. Hát az hát mindenképp... az nem plusz ember a hamvai. De ahogy érzi, jön az örni. De plusz súly, plusz ide, valami tartóba, valami nem. Megadjuk neki a végső tisztességet azzal a micsodával, pedig nem tudom, mit kéne csinálni. A tojással? Hát azzal is, meg ami a Kasperből lett. Maradt. Én elhamvasztanám. Illetve itt egy külön külön részének a földszétnek, a nagy teremnek, ugye ez még a izé előtt, a tárgyó előtt oda hordták a gosztoknak a hulláit. Ez bármilyen szinten érdekelne titeket, mert egyébként le vannak útolva, mondhatnám. Tehát a felszereléseiket meg ilyeneket összedték. Ezek közül sok nem használható, mert azért
Azért harcban szétmentek a páncélok, meg minden, de pár menthető, vannak fegyverek. De igen, ki kell találni, hogy mi legyen a... Viszont a izénnek, a kimérának még működött a lángszórója, nem? Így van. Igen. Akkor lehet, hogy azt kéne, hogyha majd Mariáék megnézik, hogy mi van, akkor egy helyre összeordozgatni a hullákat, már mint ezeket egy a gosztusokat is. Csinálunk egy halotti mágiát, nem kell ahhoz egy lángszóró. Hát Kenji-nek igen. De a többi medgosztos hullának egyszerűbb, gondolnám, hogy lángszórózni. Hát egyszerűbb, igen. Csak ne felejtsük el, hogy leesett a lánctalpa a kimérának. Nem tudom, meg tudják-e javítani? Meg fogják próbálni valószínűleg? Hát én azt még nem tudom. Ja, azt tudod, hogy mennek megpróbálni. Jó. Szóval, tudják, igen, hogyha nem, akkor meg hát egyszerűen bevonszoljuk őket egy épületbe, ami főleg fából van, van pár ilyen, volt itt pár ilyen. Aztán felgyújtjuk őket. Hogy égjenek. Why? For the glory of the emperor, of course. Viszont elfáradtam, úgyhogy kicsit lepihennék, és... Persze, menjük vissza az orvosi szányról. Kap egy kis nyugtatót. A nap hát, további részében még meg kéne vizsgálni majd ezt a zöld trutymókat. Ha látja Londot, akkor kérdezze meg a... Mindenképp a térképről. Térképről, de azért szóljon neki, hogy nem jó rossz valami érzés rossz fogott el rajta. Minket. De fel tudjon készülni rá. Igen, de ő egy igazi harcos, nem félek, hogy megijedne. Lord, meg... Híres, Chaos Knights! Ők oda ki van írva, a Chaos Knights. Megnézi, ez a kedvencem. Az összes közül. Na, Úgyhogy én visszadőlök a... Ja. Vissza az első segélybe, ugye? Kicserélem neki majd a kötéseit. Kap egy kis igen, leszedállást, ezt tente papa. Ezt érdemes egyébként... Hát még nem, senki nem sérült olyan szinten, mint ő. De nála mindenféleképp meg kell tenni. Hát Mária mínusz 6 róla. Hát Mária, igen, de most ő megy teljesíteni a... Én is szerintem off-right leszek, mire végzek ezzel. Ja, kötelességét. Te is majd tentézel utána. Hát haladsz is kelet felé egyébként. Hát itt a pusztítás jóval látványos, főleg ahogyan a kapu felé közeledsz. Ugyanis, ahogy mondtam, a hullákat összeszedték, viszont... Hát volt olyan, amivel nem tudtak mit kezdeni, mert egyszerűen beomlott a falnak egy része, és maga alá temette a ghostot, úgyhogy neki így kilóg a karja, meg úgy megpróbálták összetakarítani, ami úgy kijött, de úgy arra emlékeztet, mint amikor megnyomnak egy konzervet, és így, szóval nem valami szép, ami a földön megmaradt, nem tudta felinni, mondjuk úgy, hogy még vannak árulkodó jelek. De ezen kívül is úgy néz ki, hogy ez a ti oldalatokról egy elég komoly támadás volt, meg egy elég komoly ostrom. Hát lehet látni, hogy a kapu is ugye beomlott részint. Lehet látni ugye magának a Vanquishernek, ugye Vanquisher volt a Limeras tank, annak a felborított maradványát. Már nem füstölő egyébként, de elég nagyot kapott. Hát egy ilyen egy óriási nagy tátongújuk van az oldalán, meg több kicsi. Dolgozottam el a című rovatunk. Itt helyszínen mennyire helyrehozható? A Vanquisher? Az kuka. Az merül fel benned, hogy hát, hogyha talán a kimérához fel tudod használni valamely részét, de ezt meg kell, hogy vizsgáljátok majd nyilván, és hát ugye a kimérát is megtaláljátok, az már kicsit a kapunk kívül. Hát az legalább nem, nincs az oldalára borulva, mint a Vanquisher. A Vanquisher az egyébként az úgy néz ki, hogy azt szétlőttem eltával Belenos, aztán úgy döntött, hogy a biztonság kedvéért még azért felborítja. Úgyhogy az azért, hát a tiétek, hát az kapta az ívet, tehát végignézed a szerencsétlen kimérát, annyiféle lyuk, robbanás nyom, minden ilyesmi van rajta, amit csak el tudtok képzelni. Úgyhogy kapta az évet szegény rendesen. Hát meg amit rátoldottunk, az is leszakadt, én úgy emlékszek, szóval... Igen. Hát az első és legsürgetőbb dolog, hogy a lánctalp kéne rá, hogy menjen. A jó hír az, hogy a lángszóró az működőképesnek tűnik, illetve hát mielőtt jobban belemennénk, dobjunk azért akkor erre egyet, jó? És akkor mivel ketten is segít a komreded, de nem csak a komreded segít, hanem Andy is, ezért plusz 20-szal mehet majd. Sőt, várjál, mivel alap dolog, plusz 30 összesen. Várjál, mit dobok most? Mit szoktunk erre dobni?
Szerintem talán. Operate-tem. Tech use. Tech use lesz az. Szerintem. Akkor és ahhoz neked nincs saját... valami ízét. Mi a faszom azzal a kis túllal? Nem kapsz plusz 10-et még? Tech use-ra, de. Na. Plusz, plusz 40. 10, akkor... És akkor még a meg van ott egy plusz 10, akkor az plusz 50, és akkor az azt jelenti, hogy az intelligencia plusz 50, tehát nézd meg az intelligenciádat. Akkor kimaxoltátok, mert 60 a maximum. És akkor plusz 60-nal dobhatsz egyet. Nem, már nem. Tehát a tiéddel együtt. Ja? Tehát plusz 50-et kap csak. Ja jó, oké, bocsánat, tehát, hogy azt hittem, hogy még a felett is. Nem, tehát nem, csak az intelligenciához még hozzájön. Most összezavarodtam. Tehát 80. Plusz 50-re dobsz egy intelligencia próbát. Jó, mindegy, igazából meg 96 lett. És 86 így összesen, úgyhogy nem. Pedig mindent hát is megkaptál. Szomorú. Nem akarod újra dobni egy fél pontért? Dobjam újra, még egy föl van írva, ugye. De az mindig újra jön minden jó, játék során. Ugye kihúzom. 0-2. Ez így van. Na jó. Hát, mi a faszom? Talán... Jó, hogy azt jó! Tudj, ott állsz, hogy... Miért is vagyok itt? Mi van? Ja, ki Léra? Konkrétan ez történik. Jó, na, így már viszont fel tudjátok mérni. Szerencsére beindíthatónak tűnik, ezt egyébként le is teszteled, tehát működik a motor, ez fog tudni menni. A lánctalpat cserélni kell, hát jobb lenne, ha mind a kettőt le tudnátok egyébként. De hát az, ez a másik kérdés, ez mennyire kivitelezhető. Ugye hát az Asconon le lett szerelve, úgyhogy azzal úgy semmi. A páncélzat az teljesen, teljesen szor állapotban van. Ugye kapott eleget. 17-en volt, ugye? Azt beszéltük. Az a HP-je, az a struktúrális igen, de integritása. Ugye... Hát a elviekben nekem még az van felírva, hogy a front az lecsökkent 20-ra mondjuk. 20-ra 25 helyett per van. Hát 30-ről 20-ra. Ja, aha, jó. Tehát akkor... és a side-án már nem írtuk. Meg a rear-nél sem. Mert szembe kapta a lövéseket mindig. Szerintem is nagyjából. De az nem, a... egyszer kaptunk egyet oldalba is, azt hiszem. De jó, de ez nem volt olyan, hogy a roncsolta volna a páncél. Jó, tehát mindegy, akkor a front az 10-zel kevesebb, mint a... Tehát nagyon szor állapotban van, azért több helyen egyébként az integritásos sérült a gépnek. De egy nagyon makacs gépszellem van benne, vagy nagyon magas géplélek. Sosem hagy cserbe. Azért feldorombol, olyan köhögősen, olyan kis izé, de... Na, de, akkor de most kell rágyújtani egy cigire, indulás előtt. Hogy köhögje te is. Ennyi cigim volt csak. Biztos kihullott tud közben. Akarom a fejem. Fú, szerezni kell valamit cigit. Jó, hát én be tudom annak, hogy kurvára nem emlékszek, hogy mennyi volt, úgyhogy egy. Ja, Andynek adtál cigit, ugye? Hát, adott volna, hogyha nem Alexei. Lett volna... Az Alexei volt. Egyet adott. Alexei jött. Alexei, jó, jó. Jó, de az elegyen Andy. Most már csak egy darab lesz, mert rágyújt. Meg amúgy tájtalan, mert el lett szívva. De igen, hogy Alexei nem lehetett volna akkor, mert ki volt ütve, úgyhogy akkor senki nem vett észre, akkor jó, maradjunk annyiban. Alexei felhorkant álmában. És beledött a... Gyorsan belerapta egy cigit. Ő volt. Ő volt. Ez a dobós, konosz, ez jó, hogy konosz, feldobod és elkapod, meg. Csak tök nehéz. Milyen dobós? Hát ez a feldobod és elkapod szájátok, hogy így. Ja. Csak ez marha nehéz. Tudod? Igen. Mindent lehet, csak akarni kell. Vagy az enyémbe? Na. Kapja rá! De erőlgöm magam! Meg se érdemled, azt az egyet is húzd le, mert add ide nekem. Begurult a izé alá. Ha látsz a palá, ezt ki kell cserélni. Hát, amíg ezt kicseréled, addig az... Beleesett a zsárba. Megállsz. Megállszott, kész végig. Jó. Na, ez a helyzet a géppel. Működik a lángszóró is amúgy. Akkor vissza tudunk vele barangolni? Nem, mert a lánctalpak nem jók viszont. Ja, aha. Tehát, hogy most nem mobilis. Nem jó, hát akkor... Én is szerintem elkezdek visszamenni, mert akkor biztos vagyok benne, hogy én is egyitől már elfáradok. Mm. Úgyhogy megvannak az infók, és akkor szegényt ott hagyjuk. Jó, hát akkor a készülő, ugye idéglenes bázisnál találkozik a csapat. Lehet látni, hogy Belenosz egyébként pontosan, ahogyan ígérte, így sétál körbe, és
és viszi a cuccokat. Tehát ugye nyilván ez a gép ez nem úgy van felszerelve, hogy rendesen karjai legyenek, úgyhogy úgy helyezi a melltát, meg ugye ezt a rögzített kart, de azért ugye nagyobb darabokat, meg leszakadt mit tudom, fal darabot, meg ilyeneket azért ezzel fel tud szedni, és akkor viszi, illetve egy idő után ráállnak arra, hogy Lond utána köti a dolgokat, és akkor konkrétan elhúzza. És ebből kezd így összeállni egyébként egy ilyen valami. Oké, hogyha visszajönnek a... Ha visszajönnek a fiúk, akkor kelts fel. Jól van. Nem szép, elég szeretvedetten néz ki egyébként, de azért kind of egy barrikádnak kezd kialakulni. Gyakorlatilag egy ilyen félkör ívben, és hát ugye az épületnek a hátát mondhatnám, azt még mindig védi a még ott lévő várfal. Jó. Idővel majd te megtalálom őket, meg visszamentünk, és csücsuk el az őrmi, akkor odaadnám majd Londéknak a térképünk. Hát ugye mondom, a lovag az megy, a törmeléket azt a helyére rakja, és akkor ott éppen látod, hogy Lond az kíséri, ugye, sétálva. Doktor? Találtunk egy nagyon furcsa térképet, megpróbáltuk megvizsgálni az őrmivel, de valami nagyon-nagyon furcsa rossz érzés fogott el minket. Nem tudom, mi lehet benne. Megnéznék önök is, hogy... Átveszi? Nem nyitja még, félbe van hajtva gondolom, nem nyitja még ki. Milyen jellegű rossz érzés? Hát... Mint amikor valami nagyon rosszat evett. És forgolódik lázálmason, valami. És ez csupán attól, hogy ránézett a térképre? Volt valami írás rajta, és azt próbáltuk meg fejteni, és akkor olvastuk így, hirtelen megfájdult a fejük, szédültünk meg, fú, de nem volt jó, nem volt jó. Értem. Nyugodtabb körülmények között megszemlélem majd. Jól van. Köszönöm. Ha valamire jut, akkor kérem értesítsen minket, jó? Mert mi nem tudtuk megfejteni. Beszélünk róla. Egyéb iránt találtok valami hasznosat ezen kívül? Találtunk egy sakkészletet, ami tök jó, meg pár italt, némi kemény magas töltényt, kevésbé kevés, vagy kemény magas töltényt, és szerintem ennyi, hogyha nem számoljuk még a egyenruháját, a tiszti ruhát, meg pisztolyka, meg ilyenek. Értelmeset annyira nem, sajnos. Nem találtuk mondjuk olyat, hogy, hogy mi a helyzet. Ott még voltak extra dolgok a térképen, amit viszont tudtuk valamennyire értelmezni, például az, hogy a Spartans mellett volt egy X, ami kérdés is, hogy most az mit akar jelenteni, hogy őket kiirtották, behódították, mi van velük. Meg volt bekarikázva a felettünk lévő bázis, ami kérdés, hogy akkor az mit akar nyújtani számunkra. Hogy ez a következő nő elfoglalandó helyük, vagy esetleg ott van valami, nem tudjuk. De a felett van az a furcsa írás, ami megbaszott lelkileg. Mindenféleképpen elgondolkodható. Ha végeztünk itt a barrikáddal, megszemlélem majd, és tudunk róla beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, doktor. Kérem, engem zavarjanak először, hagyják az őrmét egy kicsit aludni, mert... Hogy nem. Szüksége van rá. Meg is értem. Jó, visszatérünk a feladatunkhoz addig. Erőt, egészséget. Jó, hát... És akkor visszaértek mindannyian, az őrmester akkor pihen, gondolom mindenki, aki úgy szarul érzi magát, mondjuk Mária is lepihen. Hát te azért nagyon jó helyen vagy, abban a szempontból, hogy átlátod a tábornak a történéseit. Azt kérdez, nem, ha mindenki visszaért, akkor keltsenek fel. Jó, és akkor ja igen, és azok, akiket kiküldtél, hát ők ugye körbejárták a dolgokat, tényleg megnéztek mindenfélét. Vissza is térnek egyébként. Akkor. Óvatosan felkeltegettem az őrmét, hogy... Wakey-wakey, eggs and bakey. Fiuk? Hát gyakorlatilag az épületen belül, ugye ott vannak, körbeállnak, megint csak várakoznak. Ott vannak minden ilyen, akik kiküldtél egyébként. Még annyi, hogy ahogyan... Ja nem, igen, ennyi. Randy szólal meg. Kicsit így megpróbálok felülni, kicsit nehezen a kezem miatt. Úr, jelentem, körbejártunk, összeraktunk egy-egy ilyen kis lerakati helyet azoknak, amiket találtunk, ezek fel vagy összeszedhetőek majd később. Van lőszer, egyébként nem is annyira kevés, hát szerintem mindenféleképpen több, mint amit most tudunk használni. Ami esetleg hasznos lehet, hogy találtunk egy nehéz gépfegyvert, egy letámaszható, egy heavy stubbert, az esetleg talán hasznos lehet a jövőben.
valamint robbanószert, némely egész tűrhető mennyiségben gránátot is találtunk, gyújtógránátot, krakkot, smoke grenédet, ebből is van egy pár, ezeket számba vettük. Mindezeken felül, ha helyes, ahogyan számolgattunk itt a kollégával, és itt meg Andyre néz, mi úgy gondoljuk, uram, hogy 2-3 ghost jó eséllyel megszökhetett, nem találtuk meg a hulláikat. Ha igaz az, ahogyan végigkövettük, hogy kiből mennyi van. És azt hiszem, hogy talán ennyi. Abban akkor itt most legalábbis a falakon belül nem tudunk ellenségről vagy veszélyről, és jó, pihenjenek egyet. Nézzék meg, hogy valamit kéne főzni, illetve a következő még mai napi feladat az egy halotti mágiát készíteni Kenji-nek. Illetve Andy, ha kell a műszakiaknak a segítsége, akkor menj segíteni nekik. Használjátok a voxot, illetve ja, kéne, még egy dolgot kéne megnézni, hogy esetleg nem tudunk-e valami nagyobb hatótávolságú kommunikációs eszközt esetleg keresni, találni, vagy összeverbúválni, építeni valamiba. Nem tudom, hogy a Vanquisher-ben milyen vox van. Hát uram... Hogy esetleg azt még kiszedni. Megnézhetjük, én szerintem nem annyira nagy hatótávú dologról lenne szó. Habár ugyebár Kasper azt említette, hogy ők szétszették a hosszú távú rádiót, tehát ugye, hát ez után feltételezhetjük, hogy hazudtak róla, de ha mégsem, akkor talán a darabjait felelhetjük. Csak azt nem tudom, hogy igazából hol. Akkor a mai napra Defcon, Randy és Raúl hárman mágia készítés. Uh-huh. Andy, akkor neked csak a voxot felkeresni. És akkor ha már egész jól állnak a mágiával, akkor Andy átmehetsz Mariaékhoz segíteni nekik a több dolgokba. Mert azért ő is operátor. Jó. Akkor a mágiát kirakja? Randy, Raúl, Defcon? Jól mondom? Mm-hmm. Azt mondja, ha már jól állnak, akkor Randy átmehet Mariaékhoz segíteni. És Andy meg a Voxot. Andy meg csak Vox. Jó, hát az hozzá fog illeni, mint feladat, igen. Jó, illetve ami még lényeges, csak a mihez tartás véget, hogy ha fel akarjátok írni, hogy gyújtógránátból 4 darab van egyébként. Én mindent fel akarok írni. Ilyet felte úgy. Jó. Igen. Mert a lőszerből annyit fogok mondani, hogy sok. Hogy tehát, hogy egy darabig nem fogtok kifogyni, sok. Ebbe Prométeumot is találtok szerencsére, az a lángszóróhoz ugye az jó lesz. Sajnos ilyen nagy akkumulátort a Lascanonhoz helyettesíteni, azt itt még most nem. Viszont van egy heavy stubber-ötök, ami egy jó cucc. És találtok 4 darab gyújtógránátot, 6 darab krakkot, 8 darab freget, fregatt, és 7-es darab smoke-ot. Ez jó. Jó, sok ezen kívül volt még a Power Sword, amit leszettük. Power Sword, ami zenité volt, így van. Igen. És van egy heavy stubber-ötök is. Meg egyébként van némi plastik robbanószer, ami még sok mindenre lehet. C4 vagy mi? Aha. Hát, kvázi. Hát nem tudom ebben a világban minek neveznék. Valami hát, plastik jó, csak jelleg. Pont a robbantás szakértők hát meg. C4. Egyébként igen. Mint császár. Császár. Ez már a jövő, ez már C5. Tényleg. Jó, oké. És akkor gyakorlatilag ennyi, hát akkor a mágiát akkor azt ugye csak Kenji-nek rakják most. Mágia. Tehát hogy azt neki készítik elő. Mágiát. Randy, Raúl és Defcon tényleg egy ilyen... Hát egy ilyen komor határozottsággal, egy ilyen meggyőződéssel mennek, de látszik, hogy szívesen hajtják ezt végre, mert örülnek, hogy az ő feladatuk ezt egyébként megcsinálni.
Andy az ugye elindul, hogy utána járjon igazából a Voxnak, és akkor Maria meg Alexei gondolom elmennek megpróbálni szerelni valamit a járműterén. Hát ugye most mi visszamentünk. Aha. Leadom a jelentést, és ez azután? Vagy aha, hát igen, ez most már meg... Még hát igazából az őrmesterrel lehet, hogy külön meg kell beszélned, igen, azt... Az, amit hát igazából döntetek, csak... elmondom, amit tudok, hogy a lángszoró használható, beindult a motor, viszont a lánctalp miatt elindulni ugye nem tud, a Vanquisher pedig az nagyon, nagyon jó esetben is alapanyag tud lenni, vagy valamilyen plusz, valamit talán le tudunk szerelni. Jó, akkor pihenjetek egyet, és akkor nem tudom, délután menjetek vissza. Akkor már vidd magaddal Randyt is, ő is azért valószínűleg tud segíteni. Meg ha kell, akkor Defcont is. Addigra csak végeznek a mágia állításra. Igen, kajátok is van bőven, úgyhogy ilyen resenökből meg tud mindenki kajálni, a munkát abba hagyja, és akkor ugye... Hát... Nézzétek azért át a Vanquishert, egyrészt, hogy beltérben milyen esetleg hasznos dolog lehet, másrészt pedig, ha jól emlékszem, akkor volt, én úgy emlékszem, hogy láttam rajta Stormbolter-t. Azt ugye fel tudnánk szerelni a kimérára, mert az ugye hiányzott nekünk, az leszakadta a zuhanáskor, vagy nem tudom, mikor ugye már úgy találtuk, hogy már nem volt úgy rajta. Úgy találtátok meg, igen. Tehát azt esetlegesen át tudjuk szerelni, és ameddig nem találunk a lézerhez új aksit, addig legalább valamivel lehet lőni fentről is. Rendben, akkor... És ami fontos az, hogy igen, a lánctalpat azt javítsátok meg. Az lenne igazából már csak a ma holnap, igazából két hát nap. Hát mindentőlünk, tehát őt meg fogunk tenni. Ha kell még segítség, akkor pedig szóljatok, és megpróbálunk még embert. Csak az a baj, hogy jó lenne, hogy védeni is valahol ezt a bázist. Lehet föl kéne menni a hülye toronyba, onnan még messzebb látunk. Csak akkor azzal a kristállyal kéne valamit kezdeni. Na jó, nem tudom. Hát egyedülre mindenki hozzá fog kezdeni a teendőihez, és akkor mi pedig meg fogjuk látni, hogy ennek milyen eredménye születik a különböző munkáknak, aztán utána talán, hogy át lehet térni a többire. Igazából. Ti akkor elmentek, ugye ketten megnézni a Vanquishert. Hát dobjunk akkor erre egy próbát. Egyrészt, ja, hogy ugye átnézni, hogy mi az, ami menthető, aztán végrehajtani magát a feladatot. Jó, akkor ugyanúgy tech use, az nekem alapból van plusz 30, ugye ezt beszéltük. Jó, segítséget kapsz plusz 40. Akkor az plusz 40, akkor sincs meg, hát az ügyetlen. De miért ezzel dobsz? Miért ez? Hát nagyon felületesen... Ez a mágusos kockád. Nagyon felületesen sikerül felmérni. Várjatok, kell kocka. Az a nagy helyzet, hogy úgy látod, hogy meglehetősen sérült a jármű, és sok időbe fog telni, míg esetlegesen át lehet rakni ennek mondjuk a... Szerinted a lánctalp ugyanis az talán működhet, akár mind a kettő, de nagyon nehéz lesz átrakni, és időbe fog telni, amíg ez elmegy. Szerinted nem is biztos elég ez a mai nap hozzá. Mm. És akkor mi csak a lánctalpról beszéltünk, a Stormboltert még úgy nagy részt meg se néztétek. Jó, hát akkor a Stormboltert meghagyjuk holnapra, most akkor a lánctalpal foglalkozzunk. Hát neki kezdtek akkor annak a munkának, és akkor úgy, illetve építik a mágiát, a srácok. Hát ugye összehordják, amit lehet, tehát ugye faanyag nem nagyon volt itt, falerakat azért van, tehát hogy azzal azért lehet mit kezdeni, úgyhogy igazából ebből indulnak neki a dolognak, és megpróbálják ezt a lehetőleg legtiszteletteljesebb módon megcsinálni. És mennyi 3 percünk van? Azt nem akartam mondani, de igen, tudtam, hogy 52. Igen, mert ezt csak arra mondom, hogy... Nem lehet, akartam, hogy mondani ezt valami sunyit, de hát akkor, hogy mi folytatódik, majd jövő héten kiderül! Köszönjük, hogy akkor már is 3 percünk. Igen. Igen, csak ezt azért akartam mondani, hogy akkor igen, tehát szerintem itt le lehet zárni, hogy mindenki elindul, ugye abban a tudatban, abban az érzetben, hogy megpróbáljátok hát egy kicsit helyre zökkenteni a világot számotokra, meg ami körülöttünk. Igen, most egy kicsit megtépázódtunk minden szinten. De élünk!
Igen, ez számít. És ez számít. Ja, tettem. Ja, igen, csak ezzel. Bye! Melyik kezed? Sziasztok! Tisztelex. Jobba. Ami megmaradt, az... Ami megmaradt. Sziasztok! Metagame. Kártya és társasjátékbolt. Társasjátékban. Ugyanúgy megtalálod a népszerű címeket, mint a különlegességeket, ritkaságokat, legyen az gyűjtögetős kártyajáték, társasjáték, szerepjáték, wargame, vagy ehhez kapcsolódó kiegészítő. Válogass kedvedre Kádár utcai boltunkban, vagy webshopunkban. Ha szeretnéd kipróbálni a játékokat, vagy megmérettetnéd magad versenykörnyezetben, szeretettel várunk az ország egyik legnagyobb klubjában, a Nyugati mellett. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélgess és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Navarig, Vangrizar, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu. Köszönjük! Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizar. Köszönjük!